szeretettel köszöntök mindenkit itt a helyszínen, és a televízió képernyője előtt is. Szili Nóra vagyok, én már hetedszer jöttem Salgótarjánba. Ugye Salgótarján 100 éve város, 2022-ben szerintem rengetegen vettek már részt különféle ünnepélyes eseményeken. Bízom benne, hogy szép élményekkel gazdagodott mindenki, és abban is persze, hogy ezek a beszélgetések sem voltak hiába valóak. Az én sztorim lényege az, hogy nem az én sztorim, hanem azért érkezem mindig ide. Egyébként most már lassan hazajárok, köszönöm ezt a salgótarjániaknak, és a sok jó fejembernek és különleges vendégnek, akikkel megismerkedtem. Szóval a beszélgetés lényege az, hogy olyan emberek sorsát igyekszem kihangosítani, akik itt születtek, itt élnek, vagy éppen innen származtak el, és valami értéket, minőséget teremtettek, ami mintául, például szolgálhat másoknak is. Tehát ma se készülök másra, mint 90 percre, amiben inspirációt adok mindenkinek itt Salgótarjánban, illetve a környéken, vagy hogyha éppen a YouTube-on majd a nézők megnézik, akkor számukra is, hogy érdemes a szenvedélynek élni, érdemes szenvedélyesen élni, érdemes a céljainkért tenni, és van honnan, hová eljutni, akárhonnan is indulunk. A mai első vendégpárosom, egy ikerpár, szerencsére két petélyűek, úgyhogy meg tudom őket különböztetni. Már megtanultam, remélem, vagy lebukom. Szólítom szeretettel a színpadra Gubán Ákost és Gubán Miklóst, akik egyébként professzori rangig jutottak el az informatika és matematika területén. Ákos mellém, Miklós. Ki az idősebb? Én. Valószínűleg. Valószínűleg ez egy érdekes történet, mert a Miklós nevűnek a karjára rátettek egy szalagot, amikor megszületett. Illetve az Ákos nevű. Ákos, mert mindig az volt a rosszabb. Az Ákos nevű volt a rosszabb. Igen. Na majd már dobják fel a témákat. Már igen. Megy az iker kocs. És a lényeg az, hogy volt egy karszalag, és az Ákos nevűnek volt, de valahogy ő neki leszakadt a kezéről. Vagy lerágtam. Az is lehet. Lerágtad? Elképzeltük. Már volt fogad? Tehát nem tudom, csak valami ilyesmit meséltek. Értem. És a végén azt ráraktak a mérlegre, és amelyik a nehezebb, az a Miklós. Én voltam a nehezebb, innentől kezdve így lettem én. De egyébként nyilván percek különbsége lehetett. És azon gondolkoztam, hogy az 50-es években azért még nem volt olyan gyakori az iker születések száma, ahogy utána néztem, a 80-as évektől kezdett el növekedni, de azért az ikerség az mindig egy olyan különleges misztériumnak számított. Hogyha visszaemlékszünk így a 60-as évek Salgótarjánjára, ugye ti azt mondtátok, hogy igazi acélgyáriak vagytok, de hova csöppent ez az ikerpár fiú? Kezded? Na, ki kezdem. Szokott kezdeni? Én szoktam kezdeni mindig. Egyébként voltunk sokan ikrek akkor. Ugyanis akkor a szülő otthon, pont az acélgyár egy hátsó részén, a temető alatt volt. És de jó helyen. Igen. Mi pontosan mellette laktunk, és a mi házunkban volt akkor velünk egykorú, vagy közel egykorú három ikerpár is. Most belecsöppenni ikerként ebben a városban egyébként nagyon jó volt. Mert mi soha nem voltunk egyedül. Egyébként se lettünk volna, mert akkor mindenki játszott. Minden gyerek együtt játszott, szaladtunk ki a hegyoldalba. Nekünk ott volt a sesepálya, ezt azt hiszem mindenki ismeri. Sesepályára kiszaladtunk, rosszalkottunk egyet, elindítottuk a kisvonatot. De állj, az ikreknél belegondoltam így anyaként, két fiút nevelve, bár 4 évkor különbséggel, hogy az ikerfiúk rosszasága akkor az egy jelen időben duplázódik. A csalafintaság jelen időben duplázódik. Tehát az édesanyátok előtt főhajtás, tehát azért nem lehetett könnyű dolga. Nem. Azért kettőnk közül én voltam a jobb. És hogyha Ákost kérdezem? Biztos, egyértelmű. De én biztos, hogy én voltam a rosszabb. De az biztos, hogy én kaptam ki többször. Te vitted el a balhét? Én. De miért? Nem, mert összekevertek. Én meg, hát most én nem szóltam azért, hogy... Hát a bölcs az hallgat. Így van. Inkább megcsináltam a dolgot és hallgattam. Mire szóltam volna, addigra már én meg kikaptam. De tényleg olyan volt, hogy amikor édesanyánk vitt, vagy hozott haza az óvodából, akkor nagyon gyakran fordult elő, hogy elkezdett kiabálni, fogják már meg, mert különböző mind két irányba szaladtunk el. Egyik erre, a másik arra. Fogják meg a gyerekeket, mert nem tudott elérni minket. Tehát a szökés az jellemző volt rátok. Igen, és egy édesanyának nincs annyi polipkarja, hogy két gyereket elkapjon. De egyébként picikorotokban mi volt az azonosság bennetek, most nem külsőleg, és a különbözőség, és ezt majd így felnőtt korra is szeretném megkérdezni. Tehát mi az, amiben
összekeverhetetlenül egyek vagytok, és a személyiségetekben mi volt annó az eltérés? Az azonosság az érdeklődésük. Azon túl, hogy te voltál a jó, te meg a rossz. Az érdeklődésükünk mindig. Nagyon, nagyon korán minket a matematika nagyon korán megérintett, és nagyon korán mind a ketten azzal szerettünk foglalkozni, ezt nem kellett tanulni. Ugye azért az jobb volt, a magyar tanulni kell, a többit talán matematikát tanulni kell. Amiben különböztünk... Hát kinek, ugye? Tehát, hogyha az engem kérdeznél, én nem érteném ezt a felvetést, de oké. Okay. A különbözőségünk az az volt, én mindig egy kicsit nyugodtabb voltam, magamba fordulóbb voltam, én szerettem úgy a problémákkal, hogy egy kicsit olyan mélyebben foglalkozni, már akkor is kicsikorunkban, meg a részletekkel is. Tehát elemzőbb. Igen, személyek. Elemzőbb voltam. Ákos meg az ötleteket hozta mindig, amiket ő úgy kevésbé dolgozott ki, tehát az ötleteket ő hozta, én dolgoztam ki. Tehát te voltál a kreatívabb, spontánabb, szabadabb gondolkodás. Igen, és képen voltam megoldani, mai napig is. Tehát megjön az ötlet, kitalálom, és van, aki megoldja. Ja, hogy delegálod. Igen. És ezért tudunk együtt dolgozni. De egyébként gyerekként mennyire volt békés az együtt létezésetek? Szerintem békés volt. Nagyon jó volt. Igen. Nagyon jó. Nem nagyon volt nekünk, mert azonos csínyekbe vettünk részt, azonos dolgok, azonosak voltak a titkaink, mielőtt egymás között nem voltak titkaink. A titkaitok érdekelnének. Hát, hogy... Ki csinálta ezt, ki csinálta azt, azért ki gyerekkor... Kitörte be az iskola ablakot. Vagy kiverte meg azt a gyereket. Hát ketten. Hát általában igen. Általában te, igen, a rosszabb. Igen, igen, igen. De hogyha nézzük tovább, akkor ahogy ugye bekerültetek az iskolába, ott egyértelmű volt, hogy ugye a természettudományos érdeklődés. Igen. De a jó tanuló, rossz tanuló, vagy a bizonyítványaitok is egymás mellett haladtak? Egymás mellett. Az teljesen. Annyiban, hogy én néha tornából 4-est kaptam, úgyhogy úgy versenytornáztam egyébként, de tornából 4-est kaptam, mert a szemem nem volt jó, és kosárra nem tudtam dobni. Úgyhogy az eltérés ének, meg a torna, ez a kettő volt, hogy vagy ő volt 4-es énekből, én meg tornából. De akkor az ének is ment. Nagyon ment neki, mai napig is. Hát esetleg egy dalt. Olyan rossz vagyok énekből. Hát, én mindig szoktam mesélni erről, hogy Kodály módszeren nőttünk fel. De hát én, amikor elkezdtem mutogatni, akkor azt mondták, hogy inkább nem mutassam, mert ez nagyon csúnya. Hát a do-ré-mi-fá szó, nem az tudtam, neked ez fordítva igen, volt? Igen, igen. Értem. Meg ő énekléseért inkább ordibál. Igen. Hát nekem... van olyan műfaj, amiben az jó, csak ez az iskolában nem szokták igen. értékelni. Ez tény is való. Na és várjatok, például mondjuk egy felkészülés egy felelésre, vagy egy dolgozatra, tehát hogy kiírja a Puskát, nyilván nem írtatok, de... Nem. De hogy ebben is volt munkamegosztás, vagy súgni a másiknak? Soha. Tanulást azt külön csináltuk. Mindig külön presztízs tanultunk. Volt. Az presztízs volt. Presztízs volt. És ezért mindig mondták, kérdezték is, hogy majd egymás helyett felelünk, az egyik a másik helyett felel, sőt, még egyetemista korunkban is többször ez felvető. Én helyettem ne jöjjön, mert elrontja a jegyemet. De volt olyan tanárunk, és ezt meg kell említeni, a Kapás tanár úr, nagyon szerettük, Gimibe. Fizikatanár. Egy zseniális fizikatanár, mai napig is. Meg a felesége a matek tanárnak, őt azt ne hagyjuk ki. És ő csak annyit mondott, hogy ő nála nem Gubán Miklós vagy Gubán Ákos felelt, a Gubánék feleltek. Felállított egyszerre, és akkor fölvált adott. Azt nem fogtok egymás helyett felelni, mondta. Egyébként sem feleltünk volna, de... De milyen fifikás, ez tetszik nagyon, nekem. Nagyon, nagyon. Olvasta, utána néztem egy kicsit az ikerkutatásoknak. Ugye a pszichológiát nagyon érdekli, hogy hogy működnek együtt az ikrek, vagy mi ennek az előnye, vagy mi a hátránya, és megfogalmaznak ilyeneket, hogy mondjuk a pozitívum az, hogy soha nincs az ember egyedül. Igen. Hogy van közös játék, hogy mindig van kire számítani. Ez igaz? Igaz. Ez teljesen igaz. Van. Ez az egész életetekben végig? Ő előbb elment katonának, én nem mentem el, és gyomorfekét kaptam. Aztán jó volt, mert na, de hát ez az egész sztori érdekes volt. A gyomorfeké lett jó? Nem az, hanem az egész bevonulás, mert én meg Ákos néven vonultam be. Már megint össze lett a katonaság. Igen, össze. Az volt ugye akkor annak idején a katonaságnál, amikor be kellett vonulni, mit néztek? Anyja neve meg a születési dátum. A nevet nem. Az, hogy Gubán, és 56, május 9, és az anyja neve ugyanaz. Hát melyik van a névsorban előbb? Ákos. Hát én engem nem akartak a szemem miatt bevinni, mert nem nagyon jól láttam, és hát Ákos néven kellett bevonulni, mert ő meg közben, hogy is volt te? Én egy évet dolgoztam. Ja, dolgoztam. Egy évet Ákos dolgozott, igen. És hát azt mondták, hogy menjek be én helyette. Ákosként. Ákosként. És hová vittek? Lövésznek.
Hát ott nem lennék ilyen próbababa, vagy mi a céltáv. Egy hónap után krumplit pucoltam végig. Az ügyesebben ment. Az ügyesebben. Te tényleg most mondod ezt az egy év távollétet, mert akkor itt a távollét volt. Az gyerekkorotokban, a táborokban, mindenhova, mindig együtt, meg edzésre együtt. Még egy ilyen sztori is volt, épp az előbb meséltem el, mert itt van annak az orvosnak a fia éppen, aki ez a sztori megesett. A Miklósnak vakbélgyulladása lett, gimnázium második osztály, bevitték. Én 2 hét múlva vakbélgyulladás. Nem fertőző én szerintem, de... Nem, én is úgy tudom. Nekem is, és akkor bekerültem a röntgenre, ránéz a... Kimondhatom a nevet? Antal főorvos úr. A papírra, ez Gubán, 1956 Salgótarján. Mit keresel már megint itt? A vakbél nem újul ki. Ja, mert hogy pár héttel azelőtt műtötte a Miklóst. Ez az egymásra hangoltság, tehát gyerekkorban is megéreztétek a másik rossz hangulatát, bánatát, örömét? Én kevésbé. Én igen. Én mindig. Én érzékenyebb voltam erre. Ákos nem. Érted, hát ott van egy empatia faktor, ami egy picit magasabb, te egy krakélerebb srác vagy ezek szerint. És nem intim kérdésként, de így kamaszkorban, amikor így a csajozás elindult, akkor hogy voltak a... haragudtam rá néhányszor. Volt egyszer egy Balaton... Nem tudta, ő se. Az volt, hogy a Balatonon nyaraltunk, és én, nekem nagyon megtetszett egy kislány, elhívtam randira estére, de... Nem tudom, én valahogy elkavarodtam. Korábban összefutott velem valószínű. Nem úgy volt, hanem úgy volt, hogy koktélhajóra mentünk, és én valami miatt elcsúsztam, és Ákos ott állt, és a kislány oda megy hozzá, ad neki 2 puszit, hogy itt vagyok. Így. És akkor utána ők egy... És nem kérdeztél vissza, hogy... Hát gondoltam, hogy ennyire tetszettem. Ja, hogy a sármel, nincs itt kérdés. Nem, eszembe se jutott fel, se vetődött. Na, de mondjuk egy ilyennél volt konfliktus köztetek? Nem, soha. Egyáltalán volt valaha konfliktus köztetek? Szokott azért. Szakmailag is sokszor vitatkozunk, meg úgy általában. Tehát mert az életfilozófiánk az különböző. Igen. Alapvetően különbözik. Ez érdekel engem, hogy mit értesz életfilozófia alatt, és ugye beszéltem, hogy kérdeztem a hasonlóság-különbség kérdését, abban már elkezdtünk együtt gondolkodni, de akkor menjünk bele az életfilozófiába, aztán majd visszaugrunk időben ide Salgótarjánba, de akkor beszéljünk az elvekről. Sokkal konzervatív gondolkodásmódú vagyok, nagyon családközpontú vagyok, és nem tagadom, én már lassan 40 éve házas vagyok. Ákos, én összesen 3 évet voltam, 2 házasságban. Hát átlagolva nem olyan rossz. Aha. De nyilván én az élettársi kapcsolatokban hiszek. Tehát a papír téged zavar? Igen, mert ha papír van, akkor az embert köti valami. És azt hiszi, hogy az lekötötte, és akkor már nem kell tenni ezért a kapcsolat és semmit. De ha nincs papír, minden nap meg kell újítani a kapcsolatot. Én szerintem a papír fontos. És papírral együtt is lehet mindent megtenni. És azzal is együtt egy meg lehet oldani mindent. Sőt, nagyon szépen meg lehet oldani. Na, hogy mégis menjünk vissza oda, hogy cseperedtetek itt Salgótarjánban. Meg lehet fogalmazni azt, hogy számotokra gyerekkorban mit adott az a környék, mit adott az a város, mi az, amitől, miközben 2008-tól már nem éltek itt, ahogy ezt tudom, és majd oda is eljutunk. Jó. Hogy mégis olyan szeretettel beszéltek a gyökereitekről, hogy mindig rácsodálkozom arra, hogy az itt élők, vagy innen elszármazóknak valami egészen másképp dobban a szívük, ha kiejtem Tarján nevét. Ez így van. Hát minden ide kötött minket. Tehát én azt hittem 52 éves koromban, hogy én, hát engem majd oda szépen a hegyoldalra visznek ki. És én itt akartam maradni, tehát én nem akartam innen elmenni. Mit szeretsz ebben a városban? Nagyon nehéz megfogalmazni az embereket. Az, hogy én amikor reggel elmentem dolgozni, ott laktam a kassai soron, és föl kellett menni a főiskolára a hegyre. Reggel az út 7 perc volt, mikor én mentem haza, az mindig 15 perc volt. Mert mindig ezzel az emberrel összefutottam, azzal összefutottam, beszélgettünk. Volt, amikor még volt 1 óra és 2 óra, mert lebeültünk valahová. Tehát mindenki, tehát a barátok itt voltak, a
még akkor a rokonok is itt voltak, tehát a környék, a város nekem tetszett, én nekem tetszik a modern építészet, nagyon szeretem. Tetszik az, ami külső szemmel mondjuk azon ember számára, aki mondjuk egy 600 éves vagy egy 800 éves városból jön, egészen furcsa, és Isten bocsássa meg, ha ezt mondom, senkit nem akarok megsérteni, de ridegnek tűnik ilyen szociál épületek, ez volt a természetes burok. Én megmondom miért, mert nem igaz az, amit mondok, de én úgy néztem, mint a Bauhaus lenne. És nekem egy kicsit hasonlít rá, belelátom. És ha azt látom benne, nekem az a kedvenc stílusom, az Art Deco-val együtt, és imádni tudom. És olyan szép iskolában, amiben mi jártunk, az Acélgyári úti iskola, az akkor a Stanov úti iskola volt, nincs olyan szép iskola. Mi volt benne szép? Az épület például. Volt egy tornya, fiúk, leányok. Szerintem mai napig is így van kiírva, még nem tudom. Nem tudom. Az olyan jó volt, én mindig ügyeltem, hogy a fiúkon menjek be, és mikor a leányokon kellett, akkor megkerültem, és bementem a fiúkon. Holott már koedukált volt. Ez nem csak engem, csak a szabályok, mindig szeretem a szabályokat, és én szerettem, ha ki van írva, hogy fiúk, akkor nekem a fiúkon kell bemenni. Akkor te még nem mentél be női WC-be? Nem. Nem én. Én már settenkedtem be férfi. Mert a nőknél mindig olyan mindig hosszú sor. Így van. Na mindegy, de akkor valakinek ört kell állni. De ez most egy intim közlés volt. Senkinek blikben nem szeretném visszaolvasni. Köszönöm szépen. Ez eszemben Ákos, ő neki nem számított az, hogy melyiken megy be. Engem közösebben nem. A legrövidebb úton, ez volt a lényeg. Optimalizálni kellett. Tehát én mindig úgy megyek át, mentem akkor is az úton, hogy soha nem szögletesen, hanem én viszont átlumentén. Ja, tehát te nem feltétlenül mész két zebrán, hanem mész inkább nem, keresztbe. Nem, ami a legrövidebb. És összefuttok a végén. Úgy. Na de hogyha elmondta most Miklós, hogy ő mit szeretett Salgótarjánban, akkor a te olvasatodban mik azok a kötések, azok a pontok, ami miatt neked is csillogott a szemed? Két attól, dolog. Az egyik, egy gyerekkori dolog, ugye nagyon nagy büszkeség volt acélgyárinak lenni. Tehát én nem tarjáni voltam, én acélgyári. Ezt mindenhol hangsúlyozom, mert én olyan büszke voltam arra a igen tiszta, gyönyörű, macskaköves utcára. Gyerekkorunk elején még sorompó is volt a végén. Gyönyörű épületekkel. Fák a végig. Ezek külsőségek, de én a világ másik végéről jövök, Szombathelyről. Számomra hogy magyaráznád el a külsőségeken túl, hogy mit jelent az acélgyáriság? Vagy mit jelentett akkor? Közösség. Ez nagyon érdekes. Egy közösség. Egy közösséghez való tartozás. Aha. Tehát itt a városban azért eléggé jól elkülöníthető közösségek voltak. Voltak a bányaiak, a kolóniaiak, ugye, voltak az üveggyáriak, hát és ugye a többiek. De a célgyáron belül is voltak újak nagyiak, igen. Tehát nagyon sok különböző közösség volt, és ezek köthetők voltak a mikorosztályunknak iskolákhoz. És az iskolákhoz való kötődés büszkeséggel töltötte. Nem a mi iskolánk volt a város top iskolája, ezt mondhatjuk. De nagyon jó volt oda járni. Nagyon jó volt. Énekelni nem tanultam meg, de... Egyébként a szüleitek szigorúan neveltek benneteket? Klasszikus polgári neveltetésben részesült. Olyan jó így utólag belegondolni. Igen. Csodaszép polgári családban éltünk. Az mit jelentett? Mifajta kultúrát, mifajta elképzeléseket a jövőről, milyen elvárásokat, milyen szigort, milyen fegyelmet? Egy humán beállítottságú édesanyja, aki pedagógus és volt. És olasz származású. És olasz. Hoppá. Édesapánk, ő pedig igazi klasszikus mérnökember, aki tényleg mindent úgy látott, tehát racionális módon. Ugyanakkor ők első percük kezdve mindig arra ügyeltek, hogy nehogy beleavatkozzanak abba, hogy mi akarunk lenni. Mindig irányítottak abból, hogyha valamit elkezdtünk, akkor azt vigyük végig. Ez egy nagyon fontos dolog. Másik nagyon fontos, amit mindig mondtak, az, hogy próbáljuk a lehető legbecsületesebb módon megoldani. Ezért nem is gazdagodtunk meg. De a harmadik dolog... Nem gazdagodni, nem, de... Hogy édesanyánk megtanított, szeretett volna megtanítani tanulni. Tehát ő nagyon, nagyon értett ahhoz, hogy hogy kell tanulni. Tehát a tanulás, az értékrend és a következetességet próbálták mindig átadni nekünk. Meg én arra voltam olyan büszke, hogy én 10 éves voltam, amikor először autóban főfékhengert cseréltem édesapámmal. Tehát bevont a gyakorlati minden. A Miklós nem tudta bevonni.
ebben. Hát ő inkább lerajzolta. Igen. Pontosan. Nem? Igen. Így sejtem az eddigi egy volt. Így volt. Én meg ott szereltem vele, olyan jó volt. 12 évesen vezettem először autót. Abban az időben ez olyan nagy szám volt. Hát most is az most lenne, is. Meg viszonylag drága. Igen. Nem törtem össze. Egy Moszkvics 407-es volt, soha nem felejtem el. Moszkvics 407-es. Hát a retróba vagyunk, igen, úgy látom, uraim, megérkeztünk. Igen, 60-as évek. De akkor, amikor az ikerség pozitívumait említettem, nem mondtam a negatívumokat, amik felmerültek így a kutatókban. Nevezetesen, hogy akkor, ha az ember ikerként cseperedik, de még ez szerintem testvérekre is igaz. Van olyan, hogy beindul a rivalizálás, vagy beindul a szülők, vagy a tanárok részéről az összehasonlítgatás. Tehát, hogy ilyennel tapasztal, hogy bezzeg te, vagy bezzeg ő, hogy ilyet átéltetek-e? Nem tapasztalt. Nem. Most elkezdtem gondolkozni ezen, mert még ez a kérdés soha nem vetődött fel benne. Hát azért jöttem én. Igen. Pontos. És most elkezdtem gondolkozni rajta, és hát nem tudom. Mostanában én szoktam egymás között. Igen. Hogy bezzeg te. Igen. De nagyon érdekes, tehát mi olyan gimnáziumban és olyan gimnáziumi osztályban jártunk. Egyébként az osztályról csak annyit kell mondani, évente többször összejárunk. A bója is sok, ugye most csak puskáztam. Tehát így nem volt rivalizálás. Egy nagyon-nagyon magas szintű. Az osztályunk abban az időben azért a 74-ben végeztünk. 74-ben az osztályunknak a 80%-a felső oktatási intézménybe került be, ami annyira nem volt jellemző, akkor ilyen 20-25%-ok voltak a jellemző. 80%. Azokkal ott nagyon motivált kölykök voltak. Nagyon. Jó kis zsiványbanda volt azért, hála jó Istennek, én nagyon örülök. Most úgy kinézek én is. Mert ketten itt vannak belőle. Akkor lehet, hogy őket kéne kérdeznem a zsiványságokról. Igen. Nem biztos, hogy ti elmondjátok. Ő nála lehet, nálam nem tudnak mit mondani. Milyen zsiványság volt középiskolában? Tehát például magyar óra volt, és bezáródott a tanteremnek az ajtaja, lakatos kellett hívni. És mert én magától bezárt? Igen, elromlott a zár. És én bal szerencsémre kinrekedtem, tehát nem belül. Tehát mehettem volna magyar órára, ehelyett kimásztam az ablakon, bújjába, átmásztam az ablakon, többen is, nem egyedül voltam, többen is átmásztunk, és akkor jött az igazgatórunk, és épp a városba sétált, és látja, hogy másznak át a fiatalok az ablakon. De szerencsére benrekedtem. De te is, te pedig közben ültél a... Én tériszonyos vagyok. Meg nála az ilyenfajta becsületesség, ez presztízs volt. Ja, hogy ő nincs benne ilyen... Igen, ilyenekben nem. Huncutságban. És akkor az egyértelmű volt, hogy együtt mentek Szegedre, az akkori József Attila Tudományegyetemre, egyértelmű volt, hogy ugyanarra szakra, vagy... A szak ugyanaz volt. Az volt, hogy én vagy az ELTE-n, vagy a Debrecenen gondolkoztam. Ákos egyből Szeged, látod, milyen jó bulis hely. Meg ott nagyon jók a csajok. Igen, pontosan. Na, ezt nem így akartam fogalmazni, de ez a lényeg. Én tudom, ezt mesélik. Igen, és ugye a szüleink azt mondták, hogy hát ugyanarra a szakra mentek, és két különböző helyre, ugye azért az finanszírozni is kell, akkor már menjetek egyre. És én könnyen lemondtam, hogy Szegedre menjünk. De nem bántad meg? Ne. És egy kollégium, egy szoba... Nem laktunk kollégiumban, sajnos. Te, mi laktál te? Én nem. De. Majd elmeséljük, ez is egy sztori volt. Tehát albérletben laktunk. Na a lényeg az, hogy ugye akkor ilyen kategóriák volt, tehát albérletben laktunk, mert a kollégium az tele volt. De be lehetett adni pályázatot, mert különböző, akkor kategóriák voltak. Első, második, harmadik, negyedik, ötödik. Hatodik. Mi ötödik kategóriások voltunk. Hatodik kategóriások voltunk. És te, én lesoroltattam magam. Várjál, majd elmondom. Az, hogy van egy ikertestvére. Várjál, de lelőtted a poént. Na az volt, hogy... Érzem én a dinamikát, ja. Ugye mindenkinek egyértelmű. Este én megbeszéltem Ákost, hogy megírjuk a kérvényt. Szépen, mind a ketten megírjuk a kérvényt, hogy mivel ikertestvére van, ezért sorolják őt le ötödik kategóriába. Mert akkor nagyobb az esély bejutni. Igen. De Ákos előbb bement a dékáni hivatalba, és nekik látták, tényleg van egy hatodik kategóriás testvére, akkor őt lesorolták ötödik kategóriába, mert akkor tényleg jogos. Mikor én bevittem, akkor már Ákos ötödik kategóriás volt, azt mondták, hogy hát én nekem ötödik kategóriás testvérem van, én nem kerülök be a kollégiumba. Ergo neked sikerült, te pedig kétreked. Mert én később mentem be. Úgyhogy a furcsa rendszer volt azért. Nem, én csak fél évig voltam kollégista, elég volt. Albérlet jobb. Jó, de egyébként az egyetemet is végig együtt csináltatok vizsgaidőszakban.
Vagy mondtátok, hogy külön tanultatok, külön. De azért összedugtátok a fejeteket, akkor valamiben elakadtatok? Tehát ilyen legalább tanulókör szintjén számítottatok egymásra? Igen, mi úgy, én legalábbis én úgy tanultam mindig, hogy ugye matematikában az a jó, hogy mi nekünk definíció, tétel, bizonyítás, tétel, bizonyítás, tétel, bizonyítás. Isten ilyen hangzik. És ez élvezetes, valami csoda volt. Én ezt hogy értem? Hát, hogy szerettem ezt? Ugye? Egyet, én meg tudom érteni. Tétel, bizonyítás, meséljetek. És akkor szavakat nem tudom adni. Én úgy szerettem tanulni, hogy én nem, mivel tanulni nem nagyon szerettem, azért a tételeket én mindig próbáltam magam bebizonyítani azokat, és akkor én mindig általában vagy sajátot, vagy valamit adtam, és hogyha nem ment, akkor én azért egy kicsit úgy idegesebb voltam, és akkor ültünk össze, és akkor biztos, hogy mindig megoldottuk, mert így jó volt, mert ha mi bizonyítjuk be, akkor már nem kellett tanulni, mert azzal megtanultam. Mert akkor megvan a fejedben. Igen, persze. Meg ott különböztünk azért, mert a Miklós geometriai aspektusú volt, én meg, igen. Hát most kimondom azt, hogy kombinatorikus geometria, tehát ez a matroid elméleti aspektus. Az idegen szavak szótárát legközelebb. Igen, én ezt szerettem, nekem az volt a kedvencem, és az azért annyira különbözött egymástól a kettő. De igazából szemléletében mi a különbség? Azt mondom, egy az egyik algebrista, a másik pedig ilyen, nagyon érdekes megfogalmazni, egy ilyen függetlenség elmélet, közelebb volt inkább a geometriához. Algebra, én meg geometria. Igen. Lényegében így lehetne fogalmazni, egyik inkább egy számolósabb, másik meg ilyen vizuálisabb. De, vizuális. de mi csak három számot ismerünk, ugye a nullát, egyet, meg a nyolcas fektetve. A végtelen? Igen. Hát más nem kell ismerni. Jó, hát valamit az én is értek, látjátok, beszélem a matematika nyelvét. És nagyon jó volt, mert szóval tényleg olyan tanár, Lovász László volt nekem a gyakorlatvezető. Hú, hát ez félelmetes volt. Hát, fiatal nem emberként. Összekeverendő a stand-uposság. Nem, az akadémia elnöke hanem volt. Hanem az akadémia elnöke, ugye tegyük úgyhogy helyre. Nagyon jó is, nagyon kedveltem őt, meg ahová mentő, utána aztán mindig mentem előadásaira, meg gyakorlataira, meg minden órára, mert annyira kedveltem, annyira jobb volt. De mi volt a jövőképetek, hogy megkapjátok a diplomát a matematikából, és akkor merre, hová? Mert azt láttam az életutatokon, hogy végül is nagyon együtt mozogtatok, igen. Néhány kis eltéréssel, mint a volt a katonaság, de hogy már akkor ott összedugtátok a fejeteket, hogy visszajövünk, mit fogunk csinálni, milyen cégnél, milyen nem. Projektek. Először is akkor volt egy híres mondás, egy matematikus előtt két út áll. Az egyik járhatatlan, a másik az alkoholizmus. Na és víz van a pohárban egyelőre. Nem, de tényleg ezt mondták, tehát egy matematikusként elhelyezkedni 80-ban. Nem lehetett, pályázat útján kellett. Az volt az a időszak, amikor már nem lehetett úgy szabadon elhelyezkedni, hanem kiírt pályázatokra kell. Na most, én szerettem volna hazajönni Tarjánba, és nem volt... Én úgy volt, hogy a Kecskeméti főiskolára megyek tanítani. Én mindenféleképpen haza szerettem volna jönni, és akkor nekem nem jutott pályázat Tarjánba. És volt egy csoporttársam, és elvett az egyik csoporttársnyait, aki győri volt, és felajánlott itt a SZÜV-be, egy pályázat. A számítástechnika és ügyvitel szervező vállalat. Ez egy országos nagy vállalat volt. Nagy vállalat volt. És azt mondom, hogy hát jó, feladom a matematikus karrieremet, elmegyek számítástechnikával foglalkozni, amit én addig el nem tudtam volna képzelni. Annyira nem szerettem. A legrosszabb élményem volt mindig, amikor számítógép közelben voltam. És akkor ott szerettem meg, de annyira, hogy az, tehát tényleg, én ezen keresztül kerültem ki Amerikába, és aztán a számítógépeket. Hát de várjál, akkor milyen számítógépeket képzeljünk? Olyat, mint ez a, hát ez a szoba körülbelül. Ugye, tehát hogy csak igen. Hogy ne tévesszük meg az ifjúságot, igen, most még igen. Nem a laptopokról. Ne. Érdekes, az egyetemén is volt egy számítógép, és az egy olyan érdekes számítógép, mindenki azt mondta, hogy hát ez a számítógép biztos, hogy férfi. Mert amikor bement egy női operátor, mindig tévesztett. És nem értették, hogy nem hogy tudom, lehet. Hogy folytatom-e a beszélgetést. És kiderült, hogy ez azért volt, mert abban az időben ezek a műanyag... Meg a köpenyek, azok a műanyag köpenyek voltak. És ott kisülések voltak, és átváltották a biteket. Tehát a nőktől statikusan. Kisült a számítógép. Igen, mert ők azt a divatos köpenyek. Azt én értem, hogy egy nőtől kisül, ahova igen. Beléptél. De hogy komolyan a nejlon izékkel? Igen, emiatt. Úgyhogy be is tiltották hát, ott utána a pamut köpenyt kellett hordaniuk, és pamut harisnyát. És furcsa mód utána már nem tévesztek. Nem tévesztek. Hát de akkor nem voltak olyan csinosak a nők. A pamutban. Tehát akkor te ennek révén kerültél hazasalgó Tarjánba. Így van. Te a kecskeméti terveidhez képest? Hát igen, ott ajánlottak egy nagyon jó fizetést, 1800 forintot. Egy azt hónapra. Nem tudjuk, ugye, hogy akkor azért, amikor eljöttem Salgó Tarjánba, 3100-zal kezdtem. Aha.
Tehát azért ez volt a különbség nekem itt a kohászati üzemeknél, akkor már úgy hívták, nem a célgyárnak, kohászati üzemeknek, kialakítottak egy számítógépet, akkor indult volna, és akkor kellett abban részt venni, hogy milyen gépet vegyenek, mi legyen benne, és hát nagyon sok jó olyan feladatot kaptam, nagyon-nagyon élveztem, nagyon jó kollégák is voltak. Kialakítani, megmondani, hogy milyen gépet vegyünk, hová tegyük, hogy állítsuk be, milyen konfigurációt építsünk be. KFK-tól rendeltünk egy TPA 1140-es, 1148-as. Nehogy elhibázzátok, mert 1148-as. Tehát nem mindegy, hogy 8-as vagy 7-es. Nem mindegy. Most döntsük el. Mivel ott voltam a beszerzésnél, ott voltam, 8-as. Szerintem 8-as volt. Szavazzunk. Na, ezek például problémák. Hát nektek. Majd ezt megnézzük. De kivételesen mind a ketten biztosak vagyunk. Pszichológus vagyok, akartok beszélni. A 7-es, 8-as konfliktusát fel tudjuk oldani egy szolid meditáció vagy mediáció keretében. De várjatok, mert utána viszont a pénzügyi és számviteli főiskola Salgótarjáni intézete, az egy nagyon meghatározó időszak volt mind a kettőtök életében. De ahogy néztem, Miklós 87-től kerültél oda, Ákos, te meg 90-től. Tehát ott volt megint egy 3 év, amiben végül is nem együtt mozogtatok. Ennek az elcsúszásnak mi volt az oka? Az ok az volt, hogy én korábban, még a víz, előtte voltam egy évig a vízműnél, ez egy nagyon szép időszak volt, és ott történt egy, én nem tudom milyen ügy, én nem ismerem ennek az egész hátterét, de hirtelen megváltozott a légkör. De annyira megváltozott az a jó munkalégkör, hát ugye az igazgatót el is vitték onnan. Mentő? Nem egészen. Menet közben, és ezt én nehezen éltem meg, hogy ezt ott látom. Ja, a tisztességes ember nehezen viseli, hogyha valami visszakonál. Igen. Képezett. És akkor abban a pillanatban én elkezdtem keresni, és én azt gondoltam, hogy nekem jobb volna egy olyan közeg, ahol a eredeti szakmámmal tudok foglalkozni. És akkor volt egy hely a főiskolán, és akkor én kaptam azon az alkalmat. De csak egy hely volt. És már Ákosnak már én mondtam, hogy jöjjön oda. 90. Tehát ő taposta ki nekem az utat. De miért akartad, hogy ő is ott legyen? Mert én is akartam menni. Igen. De miért? Mert ugyanez volt a célunk. Az volt a vonzó, hogy matematikával foglalkozhattunk, kutathattunk, ez nagyon-nagyon fontos volt, és nem feltétlen gyakorlati alkalmazott kutatás, hanem elméleti kutatásokat is végezhettünk, ami mindig vágyunk volt. Pont a lovász szemlélet, pont ez volt, ő tanította, ő verte fejünkbe, hála Jóistennek. Ugye adjunktus docens címig vittétek, és doktoráltatok a Miskolci Egyetemen. Igen. Mind a ketten, és te Miklós igazgatóhelyettesként, tanszéki osztályvezetőként, Ákos kollégiumi igazgatóként is fejeztétek így be van, ott a... Itt, igen. Ez nem volt egy dicsős korszak nekem. Tessék? A kollégiumság nem volt. Azt azért vállaltam el, mert felkértek, hogy rendet kell tenni. Most nem a, hogy mondjam, a vajszívemről voltam híres. Nem tudom, rólam azt mondták, hogy szigorú vagyok. Én soha nem vettem észre például. Nekem a fiam soha nem mondta, hogy szigorú vagyok, de a hátam mögött igen. És Miklós mit mondana rólad a hátad mögött, hogy szigorú? Hát akkor ezt lassan el kéne fogadni. Annyit kértek, hogy tegyem rendbe a kollégiumot. A kollégiumot, igen. És lőn. És hát megmondom, több hallgató eltávolítással, tehát amikor nagyon csúnya dolgok folytak, borzalmasan csúnya dolgok. Tehát te keménykező tudtál lenni. De vissza a tudományos részére. Azért itt töltöttetek gyakorlatilag 18-20 évet, most mindegy. Igen. Durván. Igen. Átlagosan 19-et, így ketten. Igen. És ez egyszer csak véget ért. De ennek az időszaknak a szépsége, ugye mondtad, hogy a területek, amiken dolgoztatok, mellette viszont elképesztő aktivitást tanúsítottatok a város kulturális életében, hogy kiállításokat szerveztetek, zenés kiállításokat, hogy a karate klubhoz is. Igen. Amikor bejöttetek, nem láttam azt, hogy fekete öves lenne bárki. Hát már mikorunkban. Na de hogy szóval, hogy mi volt az a plusz pezsgés, hogy nem csak a tudomány, nem csak a matek, nem csak az informatika, hanem Salgótarján életre keltése szellemiségében is nagyon sok mindent tettetek. Igen, én talán ezek közül még egy voltam igazán büszke, hogy hát nem, tehát ne az legyen, hogy itt véletlenül azt mondom, hogy valamilyen módon hozzám is kötődik, de azért az első Dixie koncertet én hoztam le, mert én nagyon szerettem Szegeden a Molnár Dixielandet. És rajtuk keresztül Benkóékkal én elég jó kapcsolatba kerültem. És
az egyik barátommal, aki igazán jó szervező volt, én nem rossz szervező vagyok, tehát nem én csináltam, de annak a barátomnak elmondtam, hogy itt vagyunk Salgótarjánban, milyen jó lenne, biztos itt is szeretik a Dixieland zenét, mi lenne, hogyha itt Tarjánban is lehetne ilyen Dixie klubot vagy valamit csinálni. Hát azt mondta, hogy ő ezt nem tudja, de azt meg tudja csinálni, ha megadom a Benkóiknak a címét, akkor ő elhívja Benkóikat egy koncertre. És akkor itt a József Attila Művelődési Házban 82-83, nem emlékszem pontosan, eljöttek Benkóék, és egy óriási koncertet csináltak. Aztán, hogy ennek volt-e köze, vagy nem, azt nem tudom, de utána itt Salgótarjánban volt egy Dixieland fesztivál, és amikor volt a 10 éves évfordulójának, akkor azért engem is meghívtak, hogy mint törzszurkoló jöjjek el. Tehát amit te szerettél, az szeretted volna idehozni, hogy megoszd másokkal. De például a Ceredi Művésztelephez is közöttök van. Alapító tagok voltunk ott is. De ott mi volt a szándék, mi volt a cél, mi volt a... A helyre akartunk mindenképpen kiállításokat felvinni, és kezdetben az volt a tervünk, hogy Nógrád megyei festőket, Nógrád megyei művészeket fogunk bemutatni. Megtaláltunk nagyon-nagyon jó nevűeket, Bakos Feri, igen, tehát többeket. És akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy azért szűk a lehetőség, tehát azért az megye kicsi. És akkor elkezdtünk gondolkodni, és volt egy, ma már kint él, azt hiszem Innsbruckban vagy Salzburgban, a kisfaluban, igen, ott legyünk él. Pontosak. Igen, a Fűdési Csaba. És Csaba mondta, hogy ő szeretne nálunk egy kiállítást csinálni, csináltunk Csabának egy kiállítást, és akkor elkezdtünk összeülni és beszélgetni arról, hogy nekik van ez a tervük, akkor még csak úgy egy épület volt, amit megvettek, hogy mi lenne, hogyha csinálnának egy művész telepet, és akkor mi a főiskola biztosítanánk a végső kiállítás helyét. És hát például Alapi Pityu is többek között eljött nekünk megnyitókra többször. Alapi István ugye volt itt vendégem, tanított engem Palóczul, az egy élmény, érdemes visszanézni. És akkor összeültünk és kitaláltuk, hogy ezt így már nagyon nehéz csinálni, létre kéne hozni egy egyesületet, létrehoztuk a Arslonga Egyesület, ez volt a neve. Nem tudom, hogy kerültem, én voltam a pénzügyi felügyelő bizottság elnöke. Én. Igen, értem hát, én a csendet. Nem tudom, mi az, hogy adó. Hát, meg ilyeneket. De engem jelöltek ki a Csabáik, mert szerintük a pénzügyi számviteli főiskán dolgozom, tehát értek hozzá, kész. Én meg azt mondtam, hogy jó, mert nem tudtam, hogy mi az. Mert te szereted a kihívásokat, tehát ilyen szempontból sokkal kevésbé vagy megfontolt, igen. Ha jól érzem, tehát te azért jobban belemész. Hát beleálltam ebbe is, igen. De még meg kell említenünk, mert volt ez az Infoprog nemzetközi igen. verseny, ami 15 éven át, és ez nekem nagyon tetszett, hogy határon túli középiskolások is, meg környékről jövő középiskolások is. Tehát, hogy az ifjúság edukálása is fontos volt számotokra, holott főiskolai tanárként vagy oktatóként működtetek. A helyzet az egy érdekesen alakult ez az egész Infoprog, és talán az egyik legbüszkébb, mert úgy indult az egész, ez érdekes volt a sztori. Megjelent nálunk a főiskolán két igazán szép palócosan beszélő fiatalember. És kérdezik, hogy van-e itt, aki informatikával foglalkozik? Én jöttem a folyosón éppen szemben, mondom, persze, jöjjenek be hozzám. Bejöttek, és hogy ők kitalálták, hogy mi lenne, hogyha ők szeretnének egy számítástechnikai versenyt csinálni, de már ebből a gimiből is, abból is elküldték, meg hogy ők nem tudnak ebbe részt venni, jöjjenek föl ide a hegyre. Hú, nekem annyira megtetszett az ötlet, azt mondtam, hogy csináljunk egy informatikai versenyt. De kiknek? Ez volt ugye az első kérdés. Azt mondták, hogy hát ők úgy gondolták, hogy ott a szlovákiai középiskoláknak magyar, milyen jó magyar, lenne. Magyar tannyelvű. Először nagyon szigorúan vettük ezt, hogy magyar tannyelvű szakközépiskoláknak. Hú, nagyon jó az ötlet, találjunk ki. Hát akkor én lettem a feladatoknak az összeállítója, meg én lettem a zsűri elnök, meg minden. Elkezdtük ezt az első alkalommal. Borzasztó jó hangulat volt. Tehát valami elképesztően jól éreztem magam ott kint. Muszáj lesz egy kicsit megpörgetnem, mert nagyon érdekel az a váltás, amikor innen elmentetek. Ugye itt most lelkesen összeraktuk, hogy mennyi minden volt abban a átlag 19 évben a munkátok mellett itt fontos a városban, a városért, a városnak. Saját örömötökre, meg nyilván egy csomó önkéntes, beleadott energiaként, szellemiségként. Az egész véget ért.
És 2008-ban választás elé kerültetek, és akkor költöztetek föl, gyakorlatilag már 50-es éveiteket taposva Budapestre. És azt olvastam, hogy ez nagyon komoly vívódásokat jelentett. Azóta eltelt 14 év, de visszaemlékezve, mi volt az a igazán nehéz, és mi lett veletek aztán a Nagy Budapesten, ahol a 6 perces út lehet, hogy 6 perces, vagy 1 órás, de a dugó miatt. Igen. Nem azért, mert kedves emberekkel találkozom. Hát a helyzet az, hogy engem megkerestek, hogy legyek az akkori, körülbelül egy olyan 7 éve alakult akkor a Budapesti Gazdasági Főiskola, hogy legyek az általános rektor helyettese. Tehát tulajdonképpen ki akartak emelni. Én nagyon sokat gondolkoztam, és hazamentem, és ugye a legfontosabb tanácsadómmal megbeszéltem a feleségemmel a kérdést. Ő szokás szerint azt mondta, hogy ahogy te legjobban szeretnéd. Ez a hosszúság, igen. És azt mondta, hogy ami neked jó, az biztos, hogy nekem is jó lesz. És akkor nagyon, nem adtak sok időt. 2 hetet adtak. Ugyanakkor még el sem mentem volna, de akkor már láttuk, hogy nagyon nagy baj van a Tarjáni intézettel. Nagyon nagy gondok voltak már akkor. És akkor gondolkoztam azon, hogy ha itt maradok, tudok-e azzal segíteni, vagy ha elmegyek, tudok-e azzal segíteni. És úgy beszéltük meg, hogy nem is adtunk fel semmit. A lakásunk itt volt, minden itt volt, és hogy belevágok ebbe. És akkor így fölkerültem, illetve lekerültem Pestre, és... 10 pont. És, mondjuk úgy, hogy elkerült. Igen, engem nagyon zavart, mikor mindig mondják, hogy lemegyünk Tarjánba. Én tudom, Tarjánba nem. Szombathelyre is lemennek, igen, hidd el, igen, tehát nem csak Tarjánba igen, mennek le. Igen. És akkor ott egyből, hát elég komoly feladatok lettek, aztán én ott tudományos rektor helyettessé lettem, tehát feladatokat nagyon szépen megkaptam, főleg azt a pozíciót, ez a tudományos rektor helyettessel, ez jó volt ugye a kutatás szempontjából, de az első időszakban nagyon sokat tárgyaltam mindenhol, hogy valamilyen módon oldjuk meg, hogy Tarján megmaradjon, és ebbe amit tényleg el kell mondanom, mert ugye itt olyan furcsa hangokat hallottam már, hogy mind a város akkori polgármestere, mind pedig az akkori igazgatója az intézetnek mindent megtettek, hogy itt minden működjön. Tehát mi közösen dolgoztunk ezen fent, és aztán hát ugye tudjuk, hogy mi lett, de végül nagyon sokáig megtartottam a lakást, hogy én előbb-utóbb úgyis visszajövök. De most Tarjáni vagy pesti? Én már most nem tudom. Visszahúz folyamatosan a szívem, tehát amióta nyugdíjas vagyok, azóta többet vagyok Tarjánban már, mint előtte összesen. Párhuzamosan a te történeted, Ákos? Az enyém az szokásosan megfontolt dolog volt. Érzem, engem felhívtak, valami ugrás jön. Valami. Engem felhívtak július 31-én déli 12 óra 5 perckor az akkori PSK-nak a dékánja. Kedves Ákos, elmenj nyugdíjba a szervezéstanszék vezetője, rád gondoltunk, akarsz-e tanszékvezető, hogy elvállod-e ezt a tanszékvezetést. Megkérdeztem tőle, hogy mennyi időt adsz a gondolkodásra. Azt mondja, adok 1 órát. Hát mondom, hogy ha 1 órát, akkor én nem gondolkodom, igen. Hát most 1 óra többet nem tudok megfontolni, úgy döntöttem. Ha meg elkezdek gondolkodni, akkor lehet, hogy rámondom, hogy nem. És ez egy nagyon nagy kívás volt, mert tényleg sikerült egy gazdaságinformatika szakot létrehozni. Meg tanszéket. Hát, 5 fős tanszékből sikerült egy 20-valány fős tanszéket felépítenem. Fantasztikus. És most már angol képzést is viszünk. Tehát nagyon sok minden van, ami nagyon nagy munka volt. Hát megmondom őszintén, most sem nagyon szerettek azért annyira mindenki. De hogy nem igaz. De igen, de azért. De hogy nem nagyon, igen. Például ő igen. Igen. Nem, tehát kemény voltam, tehát nagyon keményen kellett még harcolni. Harcolni kellett, nagyon sokat kellett harcolni. És a te szíved hogy van? Tarjáni vagy Pest? Vagy rossz a kérdés, vagy is-is? Nagyon érdekes nekem nem a más a helyzetem, mert ugye nekem van egy megdöbbentő módon Ákos fiam, megdöbbentő a Miklósnak Miklós fia, tehát nekem egy Ákos fiam van. Ő előbb elkerült Budapestre, ő felkerült először a Kertész Egyetemre, és akkor most ott dolgozik, de nagyon sok munkát vállal a Salgótarjánban. És akkor nekem csak szól, apa, jössz velem? Hát ma kis nyuggerként, ugye az ember. Na jó, dolgozom is persze, igen. Tehát nyilván beülök, az ember kiszalad a temetőbe, én a múltkor körbejártam a Dolinkát, én itt Salgótarjánban mondhatom ezt, hogy platón laktam. Platón. Ez a Kemerovónak nevezték akkor, de ez végül is az a József plató volt végül is.
És ott laktam a szélén, egy csodaszép kilátás volt, én az erdőre néztem, és minden nap vaddisznót láttam, sokszor láttam, most is ugye rókát láttam, most is van még róka is? Igen, de nyulat is láttam, meg gombát lehetett szedni, de nem ismerem meg a gombákat, így, hogy nem szedtem. Szerencse. Mindig elmentem a többiekkel, de inkább nem nyugtam az emel. Szép. Nem könnyű eldönteni. Nem könnyű. Akkor mind a ketten végül is hazajártok. Hazajárunk, igen. És már lekerekítendő a beszélgetést, én azt találtam ki annól, amikor elkezdtem, hogy minden vendég vendégekkel a zárásként felteszek néhány kérdést, amire egy-két mondatos választ szeretnék kérni, aztán majd az emlékkönyvbe kellene mindkettőtöknek írni üzenetként a salgótarjániaknak. Na, akkor kezdem, Ákos. Szerinted mi a siker titka vagy ára? A kitartás. A tanulás és a gondolkodás. Mit jelent számodra a gazdagság, a pénz? Nem tudom, mert nem tapasztaltam meg. Tehát, hát ha a munka és a pénz közül kell választani, a jó munka sokkal többet ér. Miklós? Sokkal és sokkal. Hasonló. Annyi kell, amennyit az ember a jó élethez megtart. Hogyha asszociálni kell arra, hogy boldogság és vagy elégedettség, hogy érzitek magatokat most a bőrötökben? Vagy az életeteket néz? Nem lehet egyszerre mind a kettőt mondani? Én is ezt akartam mondani. Dehogy nem. Azt mondtam, és vagy. Ja, és igen. Vagy. Ja, jogos. Hát az matematika értelemben óra, ugye, tehát akkor igen. Tehát... Hogy milyen matematika értelme? Matematika, vagy az maga, és vagy. A matematika értelemben megengedő vagy van. És az és vagy. Igen, és így, nekem ezért furcsa, amikor... Igen, na, most már így mondom, értem. Hogy igen, tehát ilyen értelemben, tehát én mind a kettő nagyon fontos. Azt én értem, de hogy állsz egy tízes skálán most? A megelégedettségben? Hát nagyon jó terveim vannak, most 5 kutatásba belekezdtem, tehát most ott egy 8-asban állok. Szuper. A boldogság, na hát igazán nem kell, de nem tudom mi az igazából, mert állandóan boldog vagyok. Na. Tehát mert azt csináltam, amit akarok. Akkor olyan munkahelyen nem tudok skálázni, ezt nem tudom beskálázni, nem tudom, mi lehet a tízes. Mert lehet, hogy sokkal följebb van a tízes, de lehet, hogy elértem a tízes, nem tudom. De jó. Miklós? Én állam mind a kettő 10. Hopszi! Ilyen emberrel nem nagyon találkoztam. Én úgy érzem, a helyemben vagyok. Nem akarok többet, mint amennyit magamról gondolok, azt viszont tudom, hogy elérem. Szuper. Célok? Hú, rengeteg. Első három. Kutatásokat végigvinni, újabb doktoranduszokat doktorálvatni, ezek nagyon-nagyon a célok, és amellett mi nagyon sokat utazni. Tehát és minden, amit mondasz, az abban benne van a hivatás, amit sokkal több, mint munka, benne van a szenvedély, benne van a kíváncsiság, benne van, igen, a flow, a hevület neked? Nekem az, hogy a gyerekeimmel, unokámmal legyek a legtöbbet, és az, hogy még visszatudja, szakmailag pedig az, hogy visszajussak azokra az egyetemekre, például Gánába, ahol én hoztam össze az egyetemi kapcsolatot. Tehát külföldre visszamenni, igen, megnézni nagy tettek helyszínét. Igen. Uraim, egy öröm volt. Nincs más hátra, mint hogy ebbe az emlékkönyvbe írjatok, amiből majd egy kiállítás lesz itt a művelődési központban, kinagyítva az üzeneteket. Úgyhogy kezetekbe adom, nem puskázunk, nem, az eddigi, nem, vendégek, nem, mondataiból. Nekem van, de megmondom, mi a legnagyobb bajom. Na? Ma éppen órát tartottam, és kérdeztem a hallgatókat, hogy mikor írtak kézzel utoljára. És az egyik azt mondja, hogy ő mai nap már jegyzetelt, én nem tudom megmondani, mikor írtam kézzel utoljára. Hát akkor én látom. Megpróbálok majd azért szögletes betűkkel írni. Diktálod esetleg, mert én nem, viszont... Nem, Ákos, beírja. Majd én beírom mindenképpen. Jó, majd egy grafológus alá nézetjük. Meg én olyan betegségbe szenvedek, ami az én koromban nem volt. Diszgráfiás vagyok. Diszgráfiás lesz? Diszgráfiás, és én keverem a betűket össze-vissza. Az jó lesz, mert igen, akkor majd kiírjuk, hogy a helyes megfejtők között kisorsolunk egy belépőt, hogy vajon mit írt Ákos az emlékkönyvünkbe. Tehát a jövő. Milyen célok? Aki bejön, az kapjon valamit ezektől, igen, az üzenetektől. A te szemléleted, a te elveid, a te életfilozófiád szerint. Igen. Gyakorlatilag, amíg most ők írnak az emlékkönyvbe, addig mi így édesen el vagyunk. Aztán elbúcsúzom Miklóségtól, és jönni fog egy szignál, és jönni fog a második rész egy újabb vendéggel, de nem szeretném őket sürgetni. Neked megvan a gondolat már, Miklós? Hát nagyjából. Hát akkor légy szíves, csiszold, mert nincs sok időnk. Igen, amíg beírja, addig. Hát, mert te alapos vagy, csak azért gondoltam, hogy visszakérdezem. Ilyen is kell? Aláírás? Hát autogram. De abban legyen benne a doktor, mert nem mondtam, mind a kettő doktor. Nem muszáj, én nem írom, mert nem szoktuk. Többet kell írni. Igen.
Mi, ahogy mert többet kell írni? Milyen boldogan írnának emberek előre-hátra, doktor? Te meg ezt akarod megspórolni. Ugyanoda, nem? Szerintem egy oldalra ugyanaz, hiszen együtt voltunk itt. Igen. Hát azért nem volt olyan nagy hosszú üzenet. Nem. De ne olvassuk fel. Nem, de tartalmas. Tömény. Tömény. Oké, okay, jó, igen. Én elfogadom. Én úgyis majd elolvasom, de nem árulom el. Ki kell várni a sorozat végét és azt a kiállítást, ami majd létrejön, ahova remélem, hogy ti is el fogtok jönni. Reméljük. Jó volt most itt? Nagyon. Hát, gondoltam valamit, én is az igazság, magamnak. Hogy én 500 fős előadásokat szoktam tartani. Bevallom, a hallgatókat káposztafejeknek szoktam nézni, mert... És most tényleg szétizgultam magam. Komolyan? Mert ismernek, vagy lehet, hogy ismertek minket többen, és előttük azért nagyon hitelesnek kell lenni. Szerintem sikerült. Köszönöm szépen. Én köszönöm. És akkor folytassuk az én sztorimat egy fantasztikus emberrel, egy Liszt-díjas, Kossuth-díjas zenésszel, összekeverhetetlennel, felcserélhetetlennel, aki Salgótarjánból indult, ma már Berlinben él, de a világnak nem nagyon van olyan pontja, ahol nem pengette meg a gitárját az ő összekeverhetetlen, egyedi és sajátos módján. Jöjjön Schneidberger Ferenc! Igen. Nem tudod én mennyire örülök. Igen. Izgulsz? Nem. Azon gondolkoztam, nem. Hogy lehet, hogy jobban örülni. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Persze, meg a holnapi koncertedre majd csak figyelj. Igen. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy gitár lenne nálad, és én kérdeznék, és gitárral válaszolnál? Könnyebben megy ez neked? Hát nem tudom, hát nincs most nálam a gitár, hogy nem tudjuk kipróbálni. Majd egyszer. Igaz, hogy téged Salgótarjánban Tominak szólított? Igen, Tominak hívnak. Most is találkoztam ismerősökkel, akik Tominak szólítanak el. De miért? Hogy ragadt rád? Így neveztek el, nem? Azt mondták, hogy ez jobban illik az arcomhoz a Tomi, mint a Ferenc. Hogy az arcodhoz jobban illik, ja. A Tomi. Bármilyen interjút olvastam, beleástam magam az életedbe, imádom a történeteidet, de valahol minden második mondatnál előjön az édesapád. És most itt vagyunk azon a helyszínen, ahova te születtél. Igen. És szeretném, hogyha egy kicsit segítenél nekem vizuálisan elképzelni azt, ahova ez a Tomi bekeveredett legkisebb fiúként a családba, 7 testvér közé. Hol éltél Salgótarjánban? Mit lássak akkor, anno, hát jó pár évvel ezelőtt? Hát jó pár évvel ezelőtt. Hát a Pécsi utcában laktunk. Először nem. Pékség udvar, amit azóta is nyomozok a Facebookon, mindenhol próbál keresni olyan képeket, egy régi képeket, ahol lehet, hogy megvan a Pécsi utcai Pékség udvar, de nem találtam eddig sehol. Ezt azért is keresem, mert nincs rólam gyerekkori kép, amit nagyon sajnálok. Arra emlékszem, hogy a Pécsi udvarral szembe, vagyis a Pékség udvarral szembe volt egy Kindle, nem tudom, akik idősebbek emlékszem, egy fotós, arra emlékszem, és arra emlékszem, ott körülbelül 9 éves lehettem, addig laktunk ott a Pécsi udvarban, 7 voltunk testvérek, és hát szegény körülmények között, de én nagyon örültem, hogy ezeknek a finom kifliknek ott ezt mindig kirakták, hűteni, meg kenyeret. Huncutságot sejtek. Igen, és mindig elvettünk egy-két darabot. Tudod, mit akartam neked hozni ma meglepetésnek? Csak nem kaptam Budapest és Salgótarján között a cukrászdákba pozsonyi kifli. Pozsonyi kifli, ez. Mert van. Hogy a pozsonyi kifli? Az ilyen mákkal volt, annyira finom volt, hogy hihetetlen. Az is? Igen. Igen. Mézzel. Olyan nap nem volt, ami... De hát ez ott annyira... Ezt akarta a pozsonyi kifló gyermeket. Ott kiabált, hogy Tomi, vigyél el, igen. Neked készült-e. Hát meg a kenyér nagyon finom volt. Igen, erre emlékszem, ezek visszajöttek most is.
Ez is lett volna egyébként, amit fel akartam vetni, hogyha ha hazajössz, akkor a gyerekkori emlékeidből milyen képek jönnek először elő, de akkor az egyik például ez. Hát igen, például ez, aztán mikor megkaptuk a Pécsi utcai ezt az új lakóházat. Ugye a másfél szoba helyett kettő lett? A másfélból lett kettő, ami nem sokkal nagyobb volt, csak nagyon csodálkoztunk, nagyon örültünk, hogy ilyen összkomfortos. Fürdőszoba bent volt. Persze, minden is, arra emlékszem, hogy a parket úgy néztük, mert nem tudtuk, hogy mert nekünk, ahol laktunk, ez ilyen föld volt végül is. Ez a döngölt föld? Így van, azon volt egy ilyen szőnyeg, erre emlékszem. Szóval kájha, meg tudom én, ilyen fűtés volt. De hogy tudtatok tizen ott aludni abban a kicsiben? Hát ilyen, hogy mondjam, ilyen kezes lábas volt. Tehát, hogy a lábtól fejtől? Így van, ja, így. Erre emlékszem, ja. Aha. De közben... De viszont nagyon jó, örültünk, mint apám játszott. Ezt akartam mondani, hogy szerettem őket zenében hallgatni. Zenében éltetek. Abszolút, mert amikor ők hazajöttek valahonnan a muzsikásból, én nem tudtam, akkor még kicsi voltam, hogy hol játszanak, és akkor a zenészek mindig utánoztak ezt az amerikai jazzt, és hát teljesen ki voltam, de éjjel fel kellett kelni, mert annyira szerettem, pici voltam. Ja. És négy 5-6 éves talán. Dixi, ugye, édesapám? Az édesapámat úgy becézték, én a Dicki bácsi. Na most ő ahogy olvastam, vásárokban mutatványosokkal is ment, hogy Ringispiel tetején dobolt, vagy trombitált. Az ő gyerekkorában. Az gyerekkorában. Igen, nekik az ő apjának volt egy ilyen, csisták ezeket abban az időben, hogy mutatványosok. Az ő apjának a nagyszülei, azok Ausztriából jöttek ide. Átvándoroltak, Grazból. Úgyhogy a mi nevünk az eredeti, az SCH-val van. Tehát németesen. Német. SCH-val, Schneedberger. Igen, csak amikor ők ide jöttek, ez nagyon rég volt, többen nem tudtak írni, olvasni. Ezt amikor bementek bejelentkezni, ezt apámtól tudom, és így mondták, hogy Schneebergerek, és ahogy hallották, úgy írták le. Így veszett el a C és a H. Igen, volt egy időszak nekem, mert emlékszem a konzben, nekem még SCH-ban van az indexem, és később kiderült, hogy nem az a zendés név. Ja, de van a családban, vannak még gyerekek, akik a testvérem között, akik SCH-t használnak. Úgyhogy van egy család, akik különböző névvel van. Ez csak Magyarországon lehet ilyen. Hát itt sok minden lehet, de erről majd még fogunk de mindegy, beszélni. De mindegy, és lehetett volna átváltoztatni, de mármint, hogy megváltoztatni a nevet, de akkor már jelentek meg lemezek, hát a Schneeberger, SCL, akkor már Németországban nagyon sok van, Schneeberger, de Schneeberger, ez tényleg ilyen név nincsen. Uh-huh. Úgyhogy ezt inkább hagytuk így, hogy így maradjon. Vissza a gyerekkorban, mert azt is, arra a mondatra is rábukkantam, hogy gyakorlatilag 7 gyerekre jutott egy hangszer. Igen. Igen, nem volt akkor gitár, csak apámnak volt egy gitárja. Őnek is volt olyan egyszerű megszerezni, hát őnek ez volt a munkaeszköze, és a bátyám már elég jó gitározott, a másik bátyám, és akkor mindig várnom kellett, hogy rám is valamikor rám körösol. Mint a legkisebb az utolsó. Én mentem mindig valahogy, a bátyám ment a gitárval állandó udvarolni, és ott gitározott énekelt, és ott ültem, néztem, mikor hagyja abba, hogy legalább a kezembe fogja. És ez erre emlékszem, ez nagyon kemény volt nekem. Ja. Meg az, mikor édesapám tanított, jöttek a Tarján Szolgóterén könyvékérő, és hozták a gitárt, és nem tudták behangolni. Én még akkor nem tudtam gitározni, csak be tudtam hangolni, mert jó filmben behangoltam nagyon gyorsan a gitárt, és a gitárt úgy elvitték, és ez nagyon rossz volt. Ez olyan, mert hallottam őket játszani, és én ugye fejben már elképzeltem, de nem tudtam, csak tudtam, hogy nálam ez biztos, hogy gyorsabban menne. És nem volt egyszerűen pénzünk gitárt venni nagyon sokáig. Azt is olvastam, hogy az 56-ban kidiszidált nagybácsi küldött apádnak egy... Az első jó gitárt, azt igen a nagybátyám küldte, azt nem fogom soha elfelejteni. Hát ez egy nagyon jó történet, azt elmondod, hogy került ide az a gitár? Az a gitár az úgy került ide, hogy a Stúdió 11, annak idején azt hiszem, mert ők fellépésük vagy turnéztak, és akkor a nagybátyám Németországba adta oda az egyik tagnak, a Söpteinek hívják a gitárt, hogy ez kerüljön ide. Hogy ezt jó lenne, hogyha
Budapestről, majd elhozza az édesapám, és így került a gitár. És ez egy Höfner gitár. Ez egy Höfner német, nagyon jó hangszer volt. Ezt azóta is keresem, nem tudom, ezt közben el kellett adni, vagy kicserélték, nem tudom, de szeretnék egy olyan emléket, ha valaki ezt hallja, hogyha tudja, nem tudom, szívesen megveszem ezt a gitárt, mert nekem ez nagy élmény lenne. Hát egy örök ember. Apád szidorozott, hogy mindig csillogjon. Így van. A kezedbe adta? Igen, engedte. Mikor jött rá, hogy neked igenis kezedbe kell adni egy önálló gitárt? Erre egyébként édesanyám jött rá, ő mondta, hogy te ez a gyerek, a seprőbe játszottam, ez volt a seprő. De azért nekem az még nem szólt, hogy nekem, nekem szólt. Nem. Neked szólt a seprő? Nekem szólt. Nekem itt bent szólt minden. Ja. Na és akkor anyu mondta apunak, hogy... Hogy zeneiskolába kell, be el kell vinni őt zeneiskolába. És akkor elvitt édesapám zeneiskolába, ez akkor az ne, nem tudom milyen utcán, kinek a Rokkant felé kell felmenni. Ott volt egy zeneiskola, a Gagarin iskola mellett. Most is? Ott volt egy iskola, és akkor a Borsányi Matyi bácsi, ő volt a gitártanár, aki egyébként fuvolatanár volt, vagy fuvós hangszere játszott. Tehát egy olyan tanár tanított gitározni, aki nem tudott gitározni. Tudott egy pár akkordot, de nem volt egy gitáros. Ja. Mégis mit tanultál tőle, mert az ő nevét is említed és emeled, hogy... Ő egy fantasztikus... Nekem ezt szerencsének is mondom, hogy lehet, hogy nekem jobb volt az, hogy ő nem volt gitáros. Hanem egy nagyon jó pedagógus volt. Ő nagyon, nagyon jó tudott bánni gyerekekkel. Akkor találkoztam életemben először, aki nagyon jó tudott beszélni a gyerekek hangján, meg jó volt hallgatni őt. És ez, én tudom, hogy ezt nem rögtön derült ki, hanem amikor már jártam hozzá. Nagyon jó esett azok a dolgok, amiket ő mondott, meg a biztatása. Reményt adott neked? Nagyon nagy reményt adott, és szerintem az elején kiderült rögtön, hogy tehetséges vagyok. És volt egy ilyen acélos gitár, arra emlékszem, ez ilyen, lehet mondani, ilyen jazz gitár, és avval voltam ott, valakint ő kölcsön volt el. És mondta, hogy ők ilyen gitárt nem ezt tanítja, hanem spanyol gitár. Azt se tudtam, hogy mi van, hogy mi az. És hogy nylon húros, klasszikus gitár. De az az acélhúr, az nem teszi tönkre? Nem, mert teljesen más hangszer, tehát más a méret is. És az acélhúros, az bántja, mert újjal kell pengetni, mondta, nem pengetővel. És akkor 6 hónapon keresztül ebben a gitárral tanultam a klasszikus zenét. Ja. És aztán valahogy a zeneiskolának volt gitárja, aki valaki visszaadta, és ezt lehetett bérelni. És akkor ez a gitár nálam maradt, és akkor onnantól kezdve nekem az életem megváltozott. Ja. De Matyi bácsi miatt van. Az a fordulópont? Ez a fordulópont. Akkor voltam 13 éves. De fontos esemény még, vagy helyszín a Cigánydomb is, nem? Igen, ott lakott a nagymamám, akihez nagyon gyakran följártam. Igen. És ott lakott még egy aztán híres festőművész. Ott lakott mellette 2 méterre a Balázs János, igen. Erre emlékszem, igen. Én azért jártam föl, mert a nagymának mindig segítettem elvágni hogy mondták, egy gyújtóst, kell neki gyújtós. És ebben már ilyen mester voltam, nagyon tudtam, én gondolok, hogy elővágd a kezembe, nem fogsz tudni gitárban. Nem, ezt tudtam, én aprókra vágtam neki fejszével a fát, amit kihoztak, és ezt szépen így felraktam neki, és akkor emlékszem a János bácsira, hogy ott volt, én 15 lehettem talán, 14-15 éves, és tele volt macskával, és olyan furcsa dolgokat csinált ilyen kenyérből, ami be volt vizezve, vagy nyálazva, vagy ilyen szobrokat, ja, akkor úgy nem értettem igazán, hogy mi, de egy ilyen érdekes ember volt, ja. Viszont a nagyi... Egy gyerekeket mindig elzavart, engemet is többször elzavart. De a nagyi is olyan volt, akiben mindig szólt a zene. És ezt nem véletlenül hozom szóba, mert ő dúdolt valamit, ami aztán később az életedben egy nagyon fontos motívum. Hát igen, ja. Volt egy dal, amit ő énekelt mindig, vagy ja, dúdolgatott, és ez valahogy megmaradt bennem. Mikor nagyobb voltam már, még a zeneiskolába jártam, akkor kérdeztem tőle, hogy mi, ő se tudta, hogy milyen. De egy olyan érdekes dallam volt, amit így leírtam magamnak, hogy már lehet, ki tudja, még valamikor talán szükségem lesz rá, vagy valamire jó lesz.
És aztán... A mai napig is szoktam ilyeneket csinálni, amikor utazok, akkor irkálok, vagy valami eszembe jut. Ja, ezt még a Matyi bácsának idején mondta. De a Matyi bácsinál tanultál meg kottától? Ott tanultam meg, és olyan gyorsan ezt is neki köszönhetem, mert nagyon tudta, hogy hogy kell. És ez a metód egyébként, ezt én csinálom a mai napig tovább, mert tudom, hogy azok a gyerekek, akiket most mi tanítunk, mert van egy nagy iskola, igen, ott felsősen, hát nekik is nehézségük ez, mert ettől fél mindenki a kottától. A kotta az nem egyszerű megtanulni, inkább játszani nehéz. De azt mondod, Tomi, igen, nyugodtan, hogy 13-14 évesen megváltozott az életed, akkor te már szerintem érezted, vagy hitted, hogy örökké gitározni akarok. Igen, tudtam, mert egész nap gitároztam, és na de és nagyon gyorsan haladtam, és én nem tudtam, hogy a gitárirodalom, hogy van a gitárra írt, átírt darabok, ami nagyon jók. Emlékszem, hogy volt itt egy zongorista, aki már sajnos nem ér, úgy hívtak, hogy Lolo, ugye becérnevét mondom, akinek voltak ilyen kottái, meg volt egy másik ismerős, akik ilyen orgona kottái voltak, és én abból játszottam a violin kulcsba, sőt, még ami több szólamban volt, már tudtam játszani. Ez miatt a pengetés technika miatt. És ezt a Matyi bácsi hallotta, és nagyon csodálkozott, és mondta, hogy hihetetlen, hogy én tudok két, sőt, valamikor három szólamban is játszani, és akkor ő szerzett kottákat. És akkor onnantól kezdve engem a más nem érdekel, csak a gitár, és nagyon-nagyon gyorsan így haladtam, nagyon. Na de várjál, és mellette a suli? Ment a suli is, persze, csak azt én abban is hagytam. Ja, volt az általános iskola, és utána én leálltam. Akkor már csak a zene ment. De ja. Aztán érettségit szereztél? Budapesten. Mert a konziba nem mehetél volna. Nem lehetett, mert úgy vettek fel a konziba, mondta a Gonda János tanár úr, hogy maga nagyon tehetséges, és nem szoktak ilyet csinálni, de tudjuk, hogy nincs érettségé, de felveszünk, de be kell iratkozni levelezőre. És akkor én Budapestre kerültem, és akkor a Rákócziba jártam a levelezőre. Egy nem. Héten egyszer vagy kétszer beálltam, és utána leérettségiztem ott. Jó, még ne ugorjunk föl Pestre. A Máté Rok utcán volt ez az esti gimnázium. Ami a Margit körút most. Igen, igen. Ugye hát, mert azóta már változtak az utcanevek. Ja, még a Moszkva téren keresztül mentél a Máté Rokon, de ma már a Szél Kálmán térről mész ugye a Margit körútra. És ezt minden évben meg kellett mutatni, hogy megvan a... Aha. Vagy meg, ja, de várjál, megvolt ez a felismerés, Matyi bácsi támogatott, kimondatott, hogy tehetséges vagy. Mi volt előtted, akkor még nem tudhattuk, hogy jön a konzi. Igen. Mi volt a jövőképed? Egy egyszerű családból származtál, nyilván a megélhetésért is küzdeni kellett. Ha, nagyon volt, akkor nagyon kemény volt. Ha volt, hogy édesapa nagyon sokat játszott Lagziban, és mindig elfáradt, nagyon, nagyon sokat kellett neki játszani, és akkor néha elvitt engem. És akkor ebből néhából egyre gyakoribb lett, úgyhogy ő már nem ment, vagy én mentem helyette játszani. Aztán később ilyen vendéglátóhelyekén is játszottam. Az első élményem az, ahol ő játszott lenne a Vásártéren, Salgó Presszó. Salgó Presszó? Igen, és akkor... Megvan még? Nem tudom. És akkor mindig beszálltam játszani, és ez nagyon jó volt, nagyon sokat lehetett tanulni. Te éppen ezen gondolkoztam, hogy akkor, amikor valaki vendéglátózik, akkor a műfajok elképesztő, hogy a dalok nagyon sokasága, sokfélessége merül fel. De közben te azért hoztad a klasszikus örökséget is, közben imádtad a brazil zenét, közben a roma zenét, tehát ez az egész fúzió, amit aztán te magadra szabtál, és ezt a Schneidbergerséget kifogalmaztad, abban ez a sok tapasztalás mind benne van, nem? Benne, igen, benne. Ja. Na de aztán... még volt közben, amit elfedem, mert így nagyon gyorsan megyünk, de nagyon nehéz így elmondani. 14-15, én dolgoztam, és elmentem. Az üveggyár. Az üveggyár, nem először, az acélgyárban voltam a szögpakolónál. Hogy szögpakoló? Szögpakoló voltam, az olyan zaj volt, hogy soha nem fogom elfelejteni. És emlékszem, hogy ilyen 4 órás voltam, mert nem lehetett több, mert fiatal voltam. És 650 forint volt a fizetés, és emlékszem, hogy jöttem a acélgyári úton, és ott volt egy bizományi, és az első fizetésemben vettem 350 forintért gitárt. Egy ilyen nylon húros,
orosz gitárt, ja. Az első Fizuból. Hát bizony, ez volt a... Ja, most így eszembe jut, hogy hogy volt, mert nagyon nehéz ezt így fölvezetni. Ja. És akkor volt a üveggyár, de ezek mind ilyen egy hónap, két hónap. Mert hát szegények voltunk, aztán kellett valamiből, ja, hogy segíteni a szülőnket, meg hát, hogy meg tudjunk élni. És utána jött a döntés, hogy bár itt ilyen bárokban játszottál, egyszer csak munkanélkülévé váltál. Egyszerű és... munka, és akkor Matyi bácsi még volt, és mondta, hogy neked menni kell, neked el kell menni. Menni kell Pestre, és akkor voltak ilyen megyei, nem tudom, ilyen gitárverseny, meg nem tudom, ilyen versenyek, és akkor első helyezett lettem, és akkor volt a zsűribe, akkor még a Balassagyarmati Zeneiskolának volt az igazgatója, úgy hívták a zeneiskolát, arra emlékszem, de az igazgatót ma sajnos nem, hogy Rózsavölgyi Márk, Rózsavölgyi, és az ottani igazgató mondta, hogy akik van Pesten, akik fölkészíti a konzibe a klasszikus gitárosokat, hogy oda kéne bejutnom, mert privát tanít. Ja. És akkor ki kellett próbálni, el kellett mennem, és hát, abban az időben 150 forint egy órára sok pénz volt. Azt mondom, apámnak nagyon nehéz volt ezt összeszedni, de nem voltam sokszor ott, nem tudtunk egyszerűen fizetni. Morva Éva, sajnos ő sem él, egy pár órát vettem, de ez is olyan eléggé hasznos volt. Ja. És azt tudom, hogy ő gitárokkal kereskedett, és ott láttam először életemben ezeket a komoly mesterhangszereket. Ja. És akkor úgy néztem, és azt hittem, hogy potyog a könnye, vagy nem tudom. Akkor kivett, azt megszólalt a gitár, meg kipróbálta, én is teljesen kivoltam el. Meg őrültem, mondom, nekem ilyen soha nem lesz. Az abban az időben, ez mikor volt, 70-es, 75, vagy nem tudom. De ha akkor összefutottunk volna, mondjuk én akkor még nem biztos, hogy jó kérdéseket tettem volna fel, csak kértem volna, hogy vegyél nekem egy gombócfagyit, de hogy akkor neked volt önbizalmad, hited, hogy eszedbe jutott, hogy végül is most így vissza, tehát hogy hova fogsz eljutni? Vagy nem tudtam, nem. Vagy egy ilyen ködbe mentél a szenvedélyeddel, megszállottan? Nem, a zene az valahogy engem mindig kihozott a legnagyobb problémákból. Valahogy kihozott, mert amikor gitároztam, akkor nem tudom, többen ott összeültek, meg neki mondta, hogy egy csodálatosan szól, meg megnyugtató, hogy játszom, meg olyan jó ez az egész. Valahogy ez mindig adott egy ilyen önbizalmat, meg hogy érdemes csinálni, meg menni, de ezek az anyagi dolgok, az, hogy ebből igazán nem tudok megélni most, ez nagyon nehéz volt. Ja. Apámnak is, meg nekem is kellemetlen volt, hogy a szüleimnek kell, mikor nem volt egy fillérse, az én tanulmányaimat vagy finanszírozni, amit egyszerűen abba is maradt, nem tudtak fizetni. Aztán úgy elkezdtem így vendéglátózni, amiben meg tudtam élni valamennyire, és aztán... De soha nem volt olyan, Tomi, hogy igen? Azt mondtad, hogy nem megy. Hogy abba hagyom? Nem. Nem. Soha. Ha fájt valami, akkor is gitároztál? Ha boldog voltál, akkor is akkor gitároztál? Akkor is, nem. Eszembe se volt ez, hogy... Volt olyan időszak, hogy egy kicsit így lement, ilyen hullám, mikor az acéljában az ember dolgozik, ilyen szögpakolón, emlékszem, egy ilyen géphez tettek, ilyen, ez valami borzalmas, hogy jött a szög, ilyen gerebével le kellett húzni, ilyen mágnes, hogy összekapta, és ilyen helyzetbe hozta, hogy az ember a pedált meg kellett nyomni, aztán kiengedett a mágnes, és egy kézzel bele kellett tenni egy ilyen dobozba. És annak a doboznak azt hiszem 4 kilónak kellett lenni. Tehát 4 kiló szög. És a kezem az ilyen volt, tehát ez borzalmas volt. Ja. Tehát abban nehéz is játszani. Nem is tudtam akkor igazán. Ja. Úgy megerősödött, nagyon megvastagodott, és éreztem, hogy nem. Az úgy akkor úgy leállt. De ez csak egy hónap. De aztán megint úgy visszajött, és... Ja, hát... Ez így nagyon gyors, ja, mert nem nagyon emlékszem, de tudom, hogy... Ja, játszottam a Salgóba, Karancsba,
Karancsba, ja, aztán Pestre kerültem. És ez a Pestre volt egyszerű, mert ha az embernek nincsen túl sok pénz a zsebébe, akkor nem feltétlenül van albérlete, vagy nem feltétlenül van egzisztenciálisan biztonságban, és ott is volt jövésmenés, hazajöttél, itt laktál, olyan barát. Állandóan, persze, mert egyszerűen nem tudtunk fizetni. Aztán volt egy csalgótanári fiú, akit úgy hívtak, hogy Keszei Robi, és ő imádta zenét, imádta apámat, ahogy gitározott, és ő mondta, hogy ha bármikor én innen elmegyek, mert muszáj neked elmenni, ő neki van Pesten egy lakása, és akkor ha valami nehéz helyzetben vagyok, akkor nyugodtan keressem meg őt. És akkor őt megkerestem, Robit, és akkor őnála laktam 2 éven keresztül, és akkor ez nagyon jó volt, mert on próbáltam munkát találni, aztán munkát nem lehetett, csak olyan zenészeket közvetítettek ki, akiknek állandó bejelentett lakásuk volt Budapesten. És ez köztudott, hogy állandóan bejelentkezik valaki, azt nem nagyon szeretik. A Robi megengedte, nagyon rendes volt. És akkor ebből a papírral mentem a közvetítő irodába. Nem az Oriba? Nem az Oriba. Még akkor nem? Nem az országos rendező iroda, hanem volt egy ilyen, nem tudom pontosan, hogy ilyen, ahol a vendéglátó zenészeket kiközvetítették. OSK. Köszönöm. Országos szórakoztató közben. Ja, és akkor mondta, ott volt, úgy hívták az ember, hogy Szirmai. A neveket, visszajönnek a nevek. Ja. És akkor mondta, hogy maga vidék, hát itt a pesti zenészeket, mondom, mi a különbség? Hát mondom, most már itt lakok én is, és van állandó bejelentett lakásom. Ja, és akkor mondta, hogy jó, menjen, azt mondja, hogy ha van valami, akkor fogjuk értesíteni. És akkor jött egy levél egy hét múlva, és mondta, akkor van Szentendrén egy állás, egy hely, ahol lehet játszani, és akkor elvállaltam, és akkor ott játszottam, vendéglátó. Ja. És akkor ott gitároztam, a szünetben meg gyakoroltam a klasszikus darabokat. De akkor már volt elég jó gitárom, amit sikerült megvennem, és... Ja, és akkor jártak le Pestről egyre több zenés. Tehát, hogy híre ment. Híre ment. Tehát jött a nem ismerjük, nem tudjuk ki. Nem tudjuk, hogy ki ez a vidéki cigánygyerek ott, és akkor mondták, hogy hát, hogy hallgassátok, menjetek oda. És akkor egyébként az OSK-ból is voltak lent a Szirmai, és ez is teljesen csodálkozott, és... Mondta, hogy hát ezt ő nem gondolta volna, meg mit tudom én. Na mindegy, ezek a jó estek, csak... Ja, és akkor ott voltam 2 évig a teátrumban, nem tudom, hogy hívták ezt a helyet. És utána jött aztán, hogy elmentél a Fészek Klubba egy nyugatnémet hangszer kiállításra? Volt a Fészek Klubba egy gitárkiállítás, és akkor egyik barátom... Nyugatnémet, csak mondom. Ugye még egyik barátom a nyugatnémet gitárkiállítása elvitt, és láttam, ott voltak ezek a barnos, drága hangszerek, amit milyen ilyen képeken láttunk csak. Ott volt a gitár élőben, és ilyen kordon volt, ilyen el volt kerítve, nem lehetett oda menni, csak nézni. És akkor a barátom jó beszélt német, mert ő volt külföldön kint, mint zenész. És akkor megkérte, akik ott kiállítottak, hogy te van itt egy gitár, és jó, nagyon szeretne kipróbálni. És ott volt egy Gibson L5-ös, erre emlékszem, és akkor azon gitároztam, és teljesen kín voltam meg, hogy szól meg innen, és akkor jöttek oda, egyszer csak ott lett egy ilyen kis csoport, és megismertem ezeket, annak ide a Kőszeg Imre, a Szakcsi, a Babos, meg ilyenek álltak ott, ilyen nagy nevek, és hát így abba hagytam a gitárat, nem akarok, megijedtem. És akkor oda jött hozzám a Gyuszi, a Babos, és akkor mondta, hogy most indult a konziba a gitártanszak, hogy van-e kedvem felvételizni. Ja. És akkor... A gondolom onnan... aznap éjszaka nem aludtál sokan. Nem, és én még akkor muzsikáltam lent, minden este, minden nap jártam le Szentendrére hévvel be a teátrum étterembe, és ott játszottam. Ja. És akkor mondták, hogy mikor van a fölvétel, mentem a fölvételire, és a folyosó tele volt gitárosokkal, és egyik jobb volt, mint a másik, emlékszem. És akkor gitároztam én nem tudtam még ott jazz, mert ez még a jazz konzi volt, aztán egy klasszikus, meg ez de ezeket a brazil darabokat már elég jól tudtam játszani, ami elég közel áll a jazzhez, és emlékszem, volt a fölvétel, először volt a elméleti,
Azt mindent hallottam, én le kellett írni valamit, amit játszottak, ezek mentek, mert az is a Matyi bácsinak köszönhetem, mert nagyon rendes volt. Ja. És na, sikerült a szolfés, aztán, vagyis az elmélet, és jött a gyakorlat, és akkor ott voltam már, egy fél órája bent ültem, és gitároztattam, miért? Tehát biztos nem vesznek fel, akarnak még valamit kihozni belőlem, ja. És akkor élvezték, hát láttam, hogy élvezik, amikor játszik. Nem tudtuk, hogy az, hogy most téged jól megszivatnak, vagy pedig itt valami jól fog kiderülni. És akkor mondta így nagyon komolyan a Gonda tanár úr, mert ő volt akkor az Atya Úristen, ő hozta létre egyébként az egész koncert, meg tényleg nagyon sokat tett a jazzel abban az időben. Ő mondta, hogy tudja Ferenc, hogy maga tehetséges, és még a fiatal ember, én mondom, most mit lehet erre mondom, hát ha a tanár úr mondja, akkor... És akkor ő mondta is, hogy nem szokták mondani, de én fel vagyok ő. Két gitáros vettek fel, nagyon sokan jelentkeztek, engem vettek fel, meg a gadót. Na de ja. Várj, arra a pillanatra kíváncsi vagyok, amikor azt mondták, hogy fel van véve, tehát hogy mit érez? Amikor azt mondták, hogy fel, akkor teljesen kész voltam. Ja. Hát annyira, mert előtte már voltak az íze, hogy én is maradok a vendéglátónál, hiába játszom, még nagyon nehéz ez az egész, ez nagyon dobott nekem nagyon. Hát óriási. Mert elképesztő zenészek közé kerültél. Igen, akkor megváltozott minden, akkor abba hagytam tehát a vendéglátót. Tehát kétszer változott meg minden, 13-14 évesen, igen. És amikor a konziba bekerültél. Igen, amikor a konziba. Aztán majd jön a harmadik is, vagy még X, de... Akkor ott hagytam ezt a helyet, ahol egyébként jó fizetést kaptam. Az országosan világhírű Szentendrei teátrumot. A világhírű Szentendrei, nem tudom milyen teátrum, és akkor... Ja, jártam a konziba. És akkor úgy vettek fel a konziba, hogy mint tanár is. Volt egy ilyen előkészítő, akik a konzira jelentkeznek, azokat én készítettem fel. Mert megvolt az a tudásom, a kotta, meg az elmélet, meg a tudás. Úgyhogy én már tanítottam az alapfokon, és akkor abból tudtam élni, azért hagytam ott a vendéglátót. És ez óriás volt, egész nap ott volt. Ez volt a Bajza utcában Budapesten, ez volt a Postások zeneiskolája, ahol működött a konzia annak idején. És ez nagyon nagy dolog volt nekem, mert egész nap ott tudtam lenni, Tomika, egész nap gitároztam. Egy időben érettségire készült, tanított az alapfokon, igen, és jaj. Közben végezte a konzit. Igen. Azért ez viszonylag sűrű lett ott. Nagyon sűrű volt, mert mi hétvégén is tanítottam. És akkor a zeneiskola, mi lesz Postások zeneiskolája volt, mondta az igazgató, hogy jól lenne elvállalnám, hogy mit szólnék hozzá, hogy elvállalnám a gitártanszakot. Hogy én legyek ott tanára. Ja, és akkor is elájultam, az volt egy másik dolog, ja. És nagyon örültem neki. Akkor már elhitted, hogy fordult az élet? Hát úgy éreztem, hogy valahogy a sorsom meg van írva. Ja, mert voltak később furcsa dolgok, ami olyan furcsa volt, de bejött minden. Ja. Például? Amit elképzeltem, ja. Igen, hiszel abban egyébként? Ebben hiszek nagyon, ja. Hiszek, ja. De nem ez és akkor sikerül. Nem. Fura. Ilyen, nem tudom, ezt nehéz elmondani meg. Lehet, hogy furcsa hangzik. Ezek ilyen villanások, hogy már ez volt, vagy ezt tudom, hogy már én voltam, ez az utca, ez ismerem. Németországban például. És tényleg oda kerültem. Ja. Az ismerősség érzése? Nem tudom, volt egy utca, amikor ott voltunk játszani, nem is tudom, ja, és akkor én tudtam, hogy ide fogok kerülni, és ez be is jött, ja. És mindig is, és tudtam azt is, hogy ott lesz lakás, és az a lakás is meglett. És ott lakunk azóta is, abban a kerületben, ja. Ha még és azért nem hiszek a véletlenbe. Uh-huh. Én nekem ez, ja. Meg van írva? Nekem lehet, hogy igen, nem tudom. Vagy jól össze vagy kötve? Nem tudom, mert én nem tudom, hogy össze vagyok kötve, azt nem tudom, de... Furcsa az egész, nem? Ja, furcsa. Na jó, akkor menjünk vissza a földre. A földre. Tehát ugye volt Jávori Vili, jött a Trio Stendhal, jött egy csomó minden. Adi minden volt a konziba, hogy az nagyon jó volt, mert nagyon sokat lehet tanulni, tanultam. Volt ott az első zenekari gyakorlatok, ami számomra, ez már nem volt nehéz, mert előtte ez a vendéglátó nagyon segített. Ez nagyon nagy iskola egyébként, és nekem nem volt gond játszani.
ezeket a számokat, nagyon gyorsan ment. És akkor nagyon jó volt, hogy alakultak a zenekarok, összeismerkedtem ott a többi növendékkel, csináltunk zenekart. Az első zenekar volt a Jazz GT, azok volt a Muck Feri, nem tudom, kik ismerik, ő szaxofonozott, Szabó Feri dobolt, a Gájel Feri bőgőzött, a Schneidberger Feri meg gitározott. Mindenki Feri. Nem mondod. Tényleg? Gitároztál? Ja. Mm. Ja. Te, és például benned nem volt olyan, én amikor fölkerültem Budapest, elkerültem Budapestre, akkor én emlékszem, hogy én ilyen remegő lábakkal készítettem az első beszélgetéseimet, ilyen nagyokkal, mint a Presser, meg a Dés, meg nem tudom, tehát hogy a kicsi lányon, tehát hogy neked nem volt sosem kisebbségi érzésed, amikor mondjuk egy Babos, egy Szakcsi, egy Dés. Persze, nem, mert ezeket az embereket az ember látta, meg nagy koncerteken, meg tévében, persze. És egyszer csak ez az emberek jöttek és szóltak, hogy gyere. Van kedved, van egy filmzene, kéne ezt játszani, kéne azt játszani. Ja, ezek is úgy elkezdtek vinni, ez nagyon, nagyon jól esett, ja, tényleg segítettek. Ahhoz képest viszont, hogy ez így elindult, egyszer csak, ha jól tudom, egy helyettesítés révén keveredtél ki Németországba, először, amikor az Angélát, a feleségedet megismerted. Igen. Ezt jól is, jól tudom a történetet? Igen, jól. A Lakatos Tóni helyett mentem. Mert ő megbetegedett, a lábával történt valami, műteni kellett, és akkor a koncert, ez egy turné volt az akkori NDK-ban, és ez már le volt rendesen szervezve. Ez a 80-as évek előtt, persze. És akkor, ja, én mentem a Tóni helyett. Lakatos Tóni helyett, jó. És akkor hol találtál arra kis NDK lányra? Angélára úgy ismerkedtünk meg, hogy nem találtunk valamit, és az utcán oda mentünk egyszerűen, többen voltunk, és ott volt két helyes lány, és jöttek ki ők a Szeged étteremből, Drezdában, mi meg mentünk volna be, de mondom, a mielőtt bemegyünk, igen, magyar neve volt ennek a, ja, ott, na mindegy, és ő mondta, hogy merre kell menni. Hát és akkor beszélgettünk, meg mit tudom, és mondta, hogy az ő szülei most épp a Balatonon vannak, és hogy ő is készül, és akkor mondta, hogy van időnk, vagy mit tudom én, akkor valamikor tudunk találkozni. Én mondtam, hogy a legközelebb, amikor ő jön, vagy ők jönnek, van a Debrecen Jazz Festival, és jönnek oda. És akkor így találkoztunk, és akkor így összejöttünk. Ja, elég gyorsan. Elég hosszan. Hány éve vagytok együtt? 40. Tapsot kérek. Na! De amikor most erről beszélünk, az még NDK-NSK. Végül is ti úgy döntöttetek, hogy kimentek, akkor, amikor még a fal nem omlott le. Ja, igen. És szeretném tudni, hogy miért akartatok kimenni. Igen. Pont, tehát abban az időszakban miért, mikor igen. Itt már valaki voltál. Igen. És oda elmentél senkinek. Most igen. Bocsáss meg, persze. Tehát ez így van, ennek mi volt a... Abszolút. Ja. Gondolkodom, vagy... Azt hagyom, azt én szeretem. Ja. A válaszom gondolkodom, hogy hogy tudom ilyen összerakni. Ja. A feleségemmel mi összeházasodtunk Budapesten, és abban az időben úgy volt, hogy az NDK, akik az NDK-ból jöttek Magyarországra, és 3 évet eltöltöttek egy helyen, azoknak lehetett menni, lehetett utazni külföldre. Nem tudom, mennyire ismerek önök az akkori helyzetet, ez nagyon nehéz volt az NDK-soknak nyugatra menni. Jófa, már nem is lehetett csak akkor, mikor 60 évesek voltak, és csak akkor, hogyha van rokonjuk. Ja. Szóval nagyon nehéz volt, és az Angéla nagyon jól érezte magát itt, jó volt, csak nem tudtunk megélni, nem volt lakás, albéletben laktunk, és amit én már akkor elég sokat játszottam, de sose volt elég a pénz, nem volt. De várjál, te beszéltél németül, vagy ő tanult meg? Nem, ő tanult meg magyarul, ja. Jaj, de tipikus. Bizony. És nem jöttünk arra, mert mi tanultunk oroszul, hogy tudtunk volna oroszul beszélni. Ja, ljubjú csibja, ó, például ez. Spasíva, krasíva, ja, gyévoska. Igen. Nem, de ja, ő nagyon, hogy mondjam, ő nagyon intelligens, és elég gyors, pedig a németeknek ezt a nyelvet megtanulni eszméletlen.
Ja, úgyhogy nem is tudom, hogy az elején mi hogy kommunikáltunk igazán, de volt szótár, meg úgy valahogy kibogoztuk, hogy mit szeretnénk. Hát Google fordítva A legrosszabb volt, mikor telefonálni kellett, az nagyon rossz volt erre. Ja. Na és akkor tehát, hogy miért mentetek ki? Ja, hogy igen, akkor hogy is volt? Ja, igen. Azért mentünk ki, mert nem tudtuk megélni. És azt gondoltátok, hogy ott könnyebb lesz? Hát, engem ez is nagyon biztatott, meg az, hogy nem akartam egy helyen lenni. Tudtam, hogy vannak nagyon jó zenészek, mert én közben voltam egy fesztiválon, egy Paderborni gitárfesztiválon, nagyon sok jó zenész volt. És ez nagyon elkapott, és akkor láttam először egyébként Nyugat, hogy mi van. És akkor láttam, mint minden más, nem úgy van, de hogy ezt előadják. És akkor a feleségemnek mondtam, hogy menjünk, ő nem akart egyáltalán. Nem akart elmenni. De aztán volt ez az időszak, ez 88-ban volt meg előtt egy ilyen hullám. Úgy egyszer csak úgy Magyarországon is mindenki ment, sokan elmentek. Sok fiatal, akik tudom, ilyen lágerba kerültek, és akkor kint maradtak valahogy, vagy Ausztriába, vannak akik Ausztráliába mentek, vannak Amerikába. És akkor mondtam, hogy hát mi vesztenivalónk van, beszéltem, ő nem akart, annyit sírt meg. Ő mondta, hogy ő egyedüli gyerek, hogy az szüleivel mi lesz, hogy ő elmegy, diszidálunk, és akkor a szüleit lehet, hogy előveszik ezek. Ez elég kemény helyzet volt, ja, de úgy csináltuk, hogy kaptam egy meghívást a Jazz in July-ra, ahol a Aldi Meola előtt kellett játszani, mint ezt annyira program, akartam, hogy elmeséld ezt a de jó előprogram, és akkor ezt a felesége, mivel ő, ahogy említettem, 3 évet töltött már, mindegy, be kellett szerezni a külföldieket ellenőrző hivatalnál egy eszméletlen mennyiségű dokumentumot, az András úton volt, az a külföldieket ellenőrző hivatal, és akkor bekértek mindent, hogy én mennyit kapok ott, hol fogok aludni, és akkor ezt így engedték ki a feleségemet. Ja. Ő előbb elment, én kicsit később mentem utána, és ő ment a szervezőköz, és akkor volt egy ilyen nagyon híres klub, a Cartier Latin, egy nagyon jó hely volt, ott ment a Jazz Festival, a legnagyobb sztárok, a Chet Baker-től kezdve, a John Scofield-től, a tényleg a legnagyobb nevek, és akkor oda kerültem én is, mint ilyen előprogram. Aldi Meola elé. Ezt ő, a feleségem vitte magával ilyen fölvételeket róla, és akkor odaadta az ottani szervezőnek, és mondta, hogy jó, akkor most fölléptetjük ott az Aldi Meola előtt. Jó. És akkor ugye az volt, hogy sötét színpadon... Volt, igen, az volt. Meséld el. Ja, és csak azért hozzáteszem, hogy több időt töltöttünk ott el, mondtam egy hetet, és Berlin engem teljesen magam alatt voltam, így ilyen kultúrsokkot kaptam, mert ott volt az egész világ, egyik jazzklubból ki, a másikba be, egyik étteremből ki, de olyan pezsgős élet volt, akkor még meg volt a fal. Olyan élet volt, hogy hihetetlen volt számomra, ilyen megzavarodtam. És egy brazil étterem, meg ilyen klubok, ahol ott voltak a brazilok, és az a zene, amit én imádtam, amin végül is felnőttem, ott játsszák élőben, és ott játszottam én is velük, és mondtak, hogy te neked itt kell maradni velünk, meg így játszunk, meg szóval nagyon, de nagyon jó volt. Na, jött a koncert napja, én erre koncerten nagyon készültem, mondták, hogy tudom, hogy 20 perc maximum. Mármint az Aldi Meola előtt. Az Aldi Meola előtt. És ezt úgy volt, hogy az Aldi Meola nem is tudott róla. A menedzser valahogy bejelentkezett, de az Aldi Meola, amikor jött oda, akkor láttam, hogy nagyon ideges, és hogy én meg is értem egyébként, hogy ő neki, mit tudom, hogy nem szóltak, de... És nagyon ideges volt, és ott állt ott üzen minden, és akkor beszélgettünk már, akkor beszéltem valamennyire angol, és akkor mondta, hogy kérdez, hogy mennyit játszok, meg mit... De már akkor ott gyakoroltam, meg hallott, hogy mit tudok körülbelül, és mondtam, hogy nem sokat, mert mondta a menedzser, hogy körülbelül 20 percről van szó. Ja, és akkor... De láttam, hogy nem nagyon tetszett neki. Ja. És akkor bebotorkáltál a színpadra? És ez úgy van, azt képzeljék el, hogy tudod, ez a Jazz in July, ez úgy van, egy óriási plakát az egész városban, nagyon nagy fesztivál, nagy sztárok, és akkor ki volt hívva Aldi Meola, hát nagyon nagy név, és alá volt írva, hogy mit tudom én, Ferenc Schneeberger,
ilyen forprogram, előprogram, és ja, kimentem a színpadra, akkor még ilyen sötét volt, tömve volt, szerintem több mint 1000 ember, mert nem rám jöttek, tehát nem ismert senki. És elkezdek tömbölni a közönség, minden az. Azt hitték, hogy Aldi, mert valami még nem volt bekapcsolva a lámpák, még sötétbe, és egyszer csak beindultak ezek a gépek, és akkor látták, hogy ez nem az Aldi, mert valami. Ja. De kedvesek voltak, tapsoltak, és akkor úgy abban maradt. És akkor emlékszem, hogy nagyon jó sound volt, nagyon jó szólt a gitár, mert volt előtte egy soundcheck, és ja, ott nem úgy volt, hogy most lehalkítanak, mert a sztárnak fel kell nyomni, meg kell a nagy hatás, hanem tényleg szólt rendesen. És ja, elkezdtem ott gitározni, nagyon nagy csend volt, és szakadt a víz róla, meg minden bajom volt. Ja, és akkor eljátszottam, az hitet, hogy nem tetszik? Ja, eljátszottam az első számot, és így akiket úgy lehetett látni, az így néztek, és egyszer csak kitört egy ilyen nagy tapsvihar. Ja, és akkor tudtam, hogy nem várták, gondolom ezt. Ja. És akkor úgy néztem így oldalra, és láttam, hogy az Aldi Mél ott a lépcsőn, ilyen idegbeteg volt. Ja. Lehet, hogy sokaknak ez rosszul esik, de nekem vannak más történeteim vele kapcsolatban később, úgyhogy mi ismerjük egymást. Elég jó csak. De azért nem többenetes, hogy itt ülünk, érted? Itt cseperedtél a cigánydombon, most meg így sztorizunk az Aldi Meoláról, aki ott idegesen állt. De nem csak az, voltak azért, nem hát sokkal nagyobb. Hát a Richard Bonnától, a Bobby McFerrin-en állt. A Bobby McFerrin, ja. Hát azért elképesztő. Ja. Elképesztő. Na mindegy, és utána nagyon nagy siker volt, mert jó órát játszottam egyedül, nem 20 percet. Hát nem akkor azért volt ideges. Ne. És akkor jött ő, egy kongásra játszott, ja mindegy, de nagyon rendes volt. Szóval utána elmentünk, együtt vacsoráztunk, beszélgettünk meg. Szóval nagyon nagy dolog. És akkor megjelent két nap múlva egy ilyen, nem az interjúja, hanem a koncertről írtak, és akkor írták, hogy a Ferenc Nédmér, a csehszlovák gitáros milyen. Ilyen fantasztikus, mert nekik ez már, hogy már az volt, hogy Ostblokk, akkor ez még ilyen divat, hogy a keleti blokkból. Ja. Az, hogy magyar, vagy román, vagy mit tudom, jön, csak azt mondjuk a csehszlovák gitáros. Ja. Hát üdvözöllünk itt Csehszlovákiában. Igen, és, ja, és onnantól kezdve úgy elindult. Ja. Berlin. De és azóta dübörög Berlin, közben az idő is rohan, és az a baj, hogy veled egy sorozatot szeretnék majd csinálni, igazából, majd nem úszod meg, ha Magyarországon jársz, majd egy más felületen, hogy azt sem jutott eszedbe, hogy ugye tulajdonképpen ingázol, hiszen a Schneidberger Központ a gyerekekkel. Igen. 2011 óta ezt a küldetést te csinálod, hogy pont olyan gyerekeket segíts, támogass, mentorálj, 60-65-öt évente, hogy könnyebb legyen az útjuk mint neked. Tehát van az a két lakiság, de az igen. Nem jutott eszedbe, hogy haza gyere. Egy nagyon szigorú mondatot olvastam, hogy azt mondtad, hogy Berlinben jobb románnak lenni, mint Magyarországon. Ha, igen, van. Ez napig, kegyetlen. Mai napig mondanám. Ja, nem szeretek ilyenekről beszélni, mert szeretném, hogy egyszer ez az egész, ennek már vége lenne. Mert ez csak vagy Magyarországon, vagy vannak helyek, mindenhol van ez a különbséget tesznek arra, azt hisz, vannak hülyék. Egyszerűen nem tudok mást mondani, valahogy nem ismernek minket, mert az ember az ilyen, az mindig fél az idegentől. Valami idegentől fél, addig még meg nem ismeri. Nekünk ezeket az emberekkel nem kell rögtön, meg kell először ismerni őket. De ja. Téged a világ befogadott? A nemzetközi világ befogadott? Nem? Igen, nem volt sose, nekem ebből gondom nem volt. Az, hogy nekem milyen a származásom. Ezt úgy is tudták meg ilyen. Akik megkérdezték, az ott kint élő magyarok kérdezték, hogy honnan jössz? Hát mondom, Magyarországról. Ja. Ja. De úgy éreztem, hogy mondom, azt akarod tudni, hogy roma vagyok, vagy zsidó? Hát, ja, mert láttam, mondom, válsz még valami? Nem. És jól érzed magad a bőrödben? Igen. Ja, nagyon. És a 40 éves házasságodban? Az is nagyon jó. Hogy lehet azt csinálni jól? Hát nem tudom. Együtt laktok? Tiszteljük egymást nagyon. Együtt laktok? Igen. Van egy nagy lakás, nem dicsekedünk. Van a jobb szárny. Nem, ez tényleg egy nagyon hosszú, egybe van az egész, és
amivel ő a menedzsmentet csinálja az iskolának is, meg nekem is már 30 éve. Neki van egy irodája, nekem egészen hátul a konyha mellett. Van egy kis stúdióm, ahol ott szoktok dolgozni. És néha egy SMS-t küldünk egymásnak, mert én főzök. Egyébként minden nap főzök. Erről van információm. És akkor mindig kérdezik, hogy mi lesz a kaja. Mert hogy a hobbid a filmnézés, a bolhapiac, a filléres emlékek, hát és a főzés. És a felesége azt mondta róla, hogy úgy főz, ahogy gitározik. Szerintem kéne egy éttermet. Kéne egy éttermet nyitni. Én elképzelek egy éttermet, ahol te főzöl, én ott eszem, és közben gitározol. Én ezt így el tudnám képzelni. Ennek is van, de röviden, mi egyébként Olaszországba akartunk menni, mert ott nagyon sokat játszottam, és ott kialakult egy ilyen nagy barátság, nagyon sokféle zenésszel, és ott akartunk egy iskolát csinálni az egyik barátommal. És Berlin, mivel jött ez a fesztivál, ez nagyon megkapott engem. Nagyon tetszett, és ott kötöttünk ki. Na most ez az Olaszország azért jön oda, mert ott hónapokig voltam egy családnál, ahol először találkoztam vele a más fajta konyha kultúra, óriási kultúrájuk van, és nagyon egyszerű. És akkor egy ilyen olasz családnál laktam, akik Nápolyból jöttek Pádovába. És Ermánónak az anyja, tehát a gitárost úgy hívják, hogy Ermánó, az ő édesanyja eszméletlenül főzött. Egy ilyen kis konyhába, olyanokat, hogy... És beálltál kis kukitán? És akkor ott álltam, és néztem, és nagyon sokat tanultam tőle. Ja, és ő mindig magyarázott, mindig látta, hogy érdekel, és mindig mondta, sőt, még piacra is elmentem vele. És akkor ott mondta, hogy ezt kell venni, ez a jó paradicsom, meg ebből, ez a paszta jó, azt nem, ez jobb. Tehát te most már zöldséget is kottázni tudod. Hát tudom, kiismerem magam, mert komolyan elég jó. Talán még jobban, mint néha, mint a zenében. Nem, nagy hobbim, komolyan. Látom, hogy csillog a szemed. Nagy hobbim, ja. Ugye holnap lesz itt koncert. Ja, az is lesz. Hát gondoltuk azért, ne csak a szád járjon, érted, ha már itt vagy Salgótarjánban. Viszont zárásként mindenkinek ugyanazokat a kérdéseket felteszem, és rövid válaszokat szeretné. Szerinted mi a siker titka vagy ára? A siker titka meg az ára? Hát a siker az a szorgalom. A szorgalom. És ez a tehetség? Titka. A tehetség az egy nagy Isten adta dolog, de nagyon óvatosan kell vele válni. Ezt tudom tapasztalatból, mert 12 éve csináljuk ezt az iskolát, és ott hihetetlen milyen tehetséges gyerekek fordulnak elő, akik nagyon gyorsan el is tudnak bukni. Mert nincs a szorgalom? Meg az ott is a szorgalom, mert a tehetség én szerintem, sokan azt mondják, hogy 60%, szerintem 20. Komolyan? 20% a tehetség, mert én nagyon sokat utaztam, szerintem az egész világot bejártam, annyi tehetség van. Csak hogy bánik vele a tehetség, mit csinál belőle? Ennek szerencse kell olyan ember hozzá, aki ezt tudja valahogy patronálni is, vagy segíteni. Matyi bácsik. Például a Matyi bácsi, ja, ő mondta. Vagy te. De Akáncó megkérdezte tőle, hogy mi akarok, én mondtam, hogy gitáros, zenész. Nem gitárművész, sosem nem szeretem ezt a szót, mert ez a művészkedés, jó zenész akarok, vagy szeretnék lenni. Ez sikerült. Mit jelent neked a gazdagság, a pénz? Hát az ember úgy nő fel a szegénységben, mint ahogy mi nőtünk fel, az jó, ha az embernek, az nem boldogít, ebben biztos vagyok. Nem boldogít, de jó, ha van. Ja, mert meg kell venni dolgokat meg. Ja, az jó. Nagyon sok gazdag emberrel megismerkedtem, akik egyébként nem voltak boldogok. És hihetetlen, nem tudják elképzelni, milyen gazdagok voltak. De mégsem voltak boldogok. Voltak olyanok, akiknek a jaktól kezdve minden volt, de volt olyanok ezek közül, aki öngyilkos lett. És nem tudjuk, hogy miért, pedig mindene megvolt. Szóval nem boldog, de jó, hogyha az embernek van egy kis tartalék, mikor, mit tudom, jön egy ilyen időszak, mint ez a borzalmas Covid, hogy meg tudják valami, mert nekünk minden koncertet lemondtak, mi nem élünk másból, mi addig játszunk még, amíg bírjuk, ja. Úgyhogy vigyázok magamra, mennyire lehet, és ja.
Boldogság, elégedettség, mit jelent neked és hol tartasz benne? Hát, ja, vannak ilyen hullámvölgyek, ja. Az ember, hogyha azt mondja, hogy nagyon boldog vagyok, a minden tökéletes, mindent elértem, ez kamu, ez nem igaz szerintem. Ja. Minden embernek van egy ilyen mélypontja az életébe, ja, amiből szerintem nagyon sokat tanul is. Úgyhogy inkább ezt oda kell figyelni, és úgy kell valahogy az embernek az életét kezelni, ja. Egyfajta rutinnal, ja, nagyon oda kell figyelni. Ez attól is függ, hogy ki milyen körülmények közül jön. Volt egy mondatod viszont, hogy az a célod, hogy csak pontosan szeretnélek idézni, de nem foglak tudni. Szeretném azt elérni, apád kapcsán mondtad, szeretném azt elérni, amit ő elérhetett volna. Ja. Teljesítetted? Nem tudom, ez az az, amit mondok, vagy is mondtad, hogy szeretném azt elérni, amit ő elérhetett volna. De, visszagondolok apámra, hogy ő játszott meg, amit ő tudom, milyen tudás. Ő neki ez az autodidakt tudás eszméletlen volt, amit nem lehet tanulni. Emlékszem, amikor a konzulba jártam, nekem ezek az akkordok már nem okoztak problémát, mert tudtuk. És ezt apámtól jött, és nem tudtam, hogy apám onnan tudja, mikor nem volt se internet, se YouTube, semmi. Sőt, még a rádió is ott hallgattuk meg, és lehet, hogy ez számított, mert jobb lesz az embernek a hallása. Mert emlékszem, amikor le kellett írni valami számot, akkor ültünk többen, az egyik írta az akkordot, én írtam a témát, és akkor másnap ismételték ezt a számot, és akkor megint ott ültünk, hogy le tudjuk ülni ilyen. Ja, mert mi menet közben írtuk a számokat, ahogy ment a rádióból. Na mindegy, ez apámnak borzalmas jó, szerint abszolút hallása volt. Kegyetlen fül volt, és a keze eszméletlen volt. Na, de én nekem ilyen kéz, nekem szerintem nincs. Akkor úgy szólt a gitár a kezébe, hogy hihetetlen, eszméletlen. És mindegy, hogy milyen gitár volt, rossz vagy jó, neki a rossz gitár is, jó szólt a kezébe, ja. Ő úgy szólt hozzá, egyszerűen ez megvolt neki, ja. Úgyhogy én nem tudom, hogy elérem, mert ő neki nagyon, nagyon nagy gitáros lehetett volna. Nagyon. Hát azért komolyan. A fia se lett kicsi. Hát most mindegy, ez nem... Nem, ez nem mindegy. Vannak nagyon, most az iskola vannak nálunk, hihetetlen Tarján környékéről. A jó szívem, nagyon tehetséges. Már tartasz valahol, tehát azért még Mázlid van, a neved már ott van a plakátokon nagy betűvel. Én köszönöm, hogy beszélgettünk. Én köszönöm, köszönöm, hogy meghallgattam. Ja? Van egy emlékkönyvünk. Igen. Ebben szeretném, hogyha írnál egy gondolatot, ami üzenetként marad a tarjániaknak, ebből lesz egy kiállítás itt a József Attilában, majd hogyha véget ér ez a sorozat. Uh-huh. Úgyhogy ami a te szellemiséged, ami a te gondolatiságod, ami a te életfilozófiád, ami neked most kiszalad az ujjadból, ha kottát írsz nekem, az is jó, csak azt kevésbé fogjuk tudni elolvasni. És köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Ez volt az én sztorim most, de jó volt nekem. Remélem, hogy önöknek is. Schneidberger Ferenccel itt a zárás, szerintem egészen szívighatoló. Bízom abban, hogy a legközelebb is találkozunk, és együtt fogunk gondolkodni újabb Salgó-Tarjánból elszármazott értéket teremtő emberek sorsán, élettörténetén, és azon, hogy vajon mi, hogyan sikerülhet, milyen szenvedéllyel és milyen áron. Köszönöm a figyelmüket.